Sok szeretettel köszöntök ismételten minden eSport egy podcast hallgatót. A mai adásunkban a július 21 és 24-e között San Diego-ban megrendezésre kerülő Comic-Con rendezvényről fogunk beszélgetni. Ugye így gyűlt össze a világ színe java, filmvilág színe java, hogy a nyár legfontosabb bejelentéseit megtegye. És ezekkel a bejelentésekkel és előzetesekkel kapcsolatban kértük fel Szirmai Gergelyt, többek között a Hollywood hírügynökség YouTube csatornája megalkotóját, illetőleg Péter Zoltánt, az eSport egyik szerkesztőjét, hogy kivesézzük, hogy mi is történt ez alatt a 4 nap alatt is, és elmondhassák a véleményüket, hogy miről mit gondolnak. Na hát az első kérdés, amit így nagy általánosságban szerettem volna feltenni nektek, az az, hogy ti mit vártatok ettől az eseménytől? Mi volt az a film vagy sorozat, ami leginkább megmozgatott titeket? Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Igen, igazából engem leginkább csak a Marvelnek a következő etapja az volt az, ami érdekelt, és igazából itt lehetett már előre tudni, hogy be fogják jelenteni, hogy ki a nagy gonosz. És ez volt igazából a fő hír ilyen képregényfilmek terén. Másra igazából nem nagyon lehetett számítani. Olyan szinten uralja most jelen pillanatban a Disney ezt a piacot, hogy igazából nem volt nagyon sok másnak hely figyelemnek. Értitek, mire gondolok? Valahogyan úgy ők ugye elvitték az egészet, és akkor mellettük a DC egy kicsit próbálkozik, meg az a független streaming szolgáltatók egy kicsit próbálkoznak, igazából ők uralták ezt az egészet. Én nem vártam túl sokat ettől a Comic-Contól, és igazából legalább kellemesen csalódtam, mert sokat kaptunk. Tehát én azt hittem, hogy majd így kapunk ilyen csöpögtetést a Marveltől, hogy itt ez lesz, az lesz, pár trailer, de ehhez képest gyakorlatilag kaptunk egy igazi timeline-t arról, hogy mi 2025-ig gyakorlatilag az order, hogy ezen megyünk keresztül majd, és nekem ez tök jó volt, és ezen kívül például a DC-től nem vártam semmit kvázi, és ehhez képest szerintem a Black Adam az teljesen rendben volt, és ezen kívül a Shazam az, ami nekem egyik liblingem gyakorlatilag, én nagyon-nagyon szeretem azt magát a világot is, és a film is szerintem nagyon rendben volt, és ehhez képest a trailer is tök jó, tök oké volt, és mondom, nekem tök pozitív volt a mostani Comic-Con. Örülök neki egyébként, igen, engem is eléggé megmozgatott, és sok trailert kellett megnéznem, hogy nehogy lemaradjak valamiről, úgyhogy igen, az elkövetkezendő néhány évünk mozgalmas lesz Marvel szempontból biztosan. Hogy mi a helyzet a DC házán, kertjében és házatáján, azt majd az adásban is ki fogjuk vesézni, de még az első témakör, amit így bedobnék, az egy ilyen szent háromság lesz most. Ugye napvilágot látott a Dungeons and Dragons betyár becsület magyar címmel ellátott filmje. Hogy látjátok? Ugye eléggé nagy nevek szerepelnek benne, most csak, hogy párat megemlítsek, Chris Pine, Michelle Rodriguez, Sophia Lillis, Hugh Grant, Justin Smith, és a többi, és a többi. Elég lesz ez a sikerhez? Nem, ők nem annyira, nem számítanak már abszolút annyira nagy neveknek. Őszintén én már annak örülök, hogy nem akarnak ebből univerzumot építeni, vagy legalábbis ez nem látszott az első trailerből. Én szoktam D&D-zni, tehát nekem ismerős ez a világ, és szerintem abszolút megérett arra, hogy filmes verzióban is bemutassák, de... Miért látod így, bocsánat, ez a másik nagy kérdés, hogy miért most és miért egy D&D film? Most sikerült összeszedni a producereket, de semmi relevanciája nincsen, ez szerintem egy teljes mértékben középoké elfogadható fantasy kaland lesz. Ez egyedül a neve miatt van felfújva, mert hogy a Dungeons and Dragons az egy nagyon régóta bejáratott márka, de nem úgy tűnik, hogy bármi nagyon kreatívat akarnak vele csinálni. Tehát ez egy szórakoztató filmnek tűnik, én a Chris Pine-t nagyon szeretem, egyáltalában szerintem a humor a helyén van. A bemutatott történetből is, hogy azért lesznek olyan parodisztikus elemek, amik konkrétan a játékra utalnak, mint például a bárdnak a teljes mértékben felesleges jelenléte azon túl, hogy énekel, ami a D&D-ben is, tudom, hogy ezért sokan megdobálnának, de a D&D-ben is javarészt az van, hogy a Bardic Inspiration az egyetlen egy dolog, amire Isten igazából számít a bárdtól. Tehát ezt így belerakták, hogy minden rajongulás, hogy igen, ők tényleg értik ezt a játékot. Ami szerintem tök király, meg talán egy pozitív a megközelítés az adaptáció műfajának. Függetlenül ettől szerintem ez csak egy ilyen egyszerű film lesz, de látunk ennél már sokkal hasznavehetetlenebb és értelmetlenebb adaptációkat, mint például a Battleship, úgyhogy én teljesen elégedett vagyok ezzel.
Nyilván egyébként nekem is, amikor még gyerek, ebbe az időszakban éltünk, én is nagyon sokat szerepjátszottam. D&D nekem kevésbé volt, de ugye nálam nyilván a mágus volt az, ami... Azt én is azt nyomtam. Ami csapatta. Viszont 2000-ben ettől függetlenül volt egy D&D filmünk volt, amiben még az öreg Jeremy Irons szerepelt, meg a Marlon Wayans, és abban is volt egy történet arról, hogy a sárkányok elszabadulnak, legalábbis nem elszabadulnak, hanem létrehoznak egy újabb ilyen szeptört, amivel a sárkányokat tudják irányítani, és az is egy teljesen jó ilyen kis film volt, ami nem akart egyáltalán komoly lenni. Ami ugyanezt láttam egyébként ebbe a trailerbe is, és így én nagyon szerettem azt a filmet, és ha ebbe a filmbe lesz arra utalás, már pedig miért ne lehetne easter egg benne, akkor én így fogok ülni a képernyő előtt, és így potyogni fognak a könnyeim, hogy így nagyon jó, imádom, de jó, ebből a szempontból... Annyira alacsonyak már az elvárásaik az átlagos akciófilmekhez, hogy nem lesz borzasztó, akkor potyogni fognak a könnyeim. Nem, viccek, de egyébként, hogyha jó D&D filmet akartok megnézni, akkor hogy hívták a rockkal ezt a kétrészes Jumanji? Jumanji. Jumanji az egy kiváló Dungeons and Dragons adaptáció. A tematikájától eltekintve az, hogy a szerepjátékot hogy éli meg az ember, az ilyen normális, tehát ilyen papír alapú szerepjátékot. Arra egy tökéletes adaptáció, ez most jutott eszembe, most, hogy így mondtad, de az például egy meglepően szórakoztató alkotás, és javarészt ez a lényege. Sőt, talán jobban bemutatja, mert én nem elégednék meg annyival, hogy ez egy utalgatnak a Dungeons and Dragons-re, és amúgy ez egy egyszerű kalandfilm. Nem. Tessék valami kreativitást belevinni, vagy valahogy bemutatni azt, hogy a szerepjáték hogyan vetül le az emberek fejébe, és akkor fognak potyogni a könnyeim. Ha visszatérünk oda, hogy olyan közönségfilmeket tudunk látni rendszeresen, mondjuk, amiknek önmagukon túlmutató értelmük van, és a plusz a zsigeri élményen túlmutatva valami többet is tudnak adni a nézőnek, én akkor fogom elsérni magam. De ez egy vágyálom. Odáig még talán kicsit kell fejlődnünk. Kell, igen. Az előzetes alapján egyébként valóban nagyon ígéretes a film. Chris Pine azért ott is megcsillogtatja már valamennyire a humorérzékét, úgyhogy ebből a szempontból bíztató az, amit eddig kaptunk. De azért óhatatlanul is különböző videójáték adaptációs filmekről tanulva beszélni kell arról is, hogy mi van akkor, hogyha bukik ez a történet. És azért a D&D-nek eléggé nagy a közönsége. Hogy látjátok, van olyan tényező, aminek köszönhetően ez a film mondjuk nagyot bukhat? Szerintem ez ugyanaz lesz, mint a World of Warcraft, amikor kijött, hogy van egy olyan rétege a rajongóknak, akik úgyis el fog menni a moziba és meg fogja nézni, mert D&D, mert rá van írva, hogy D&D, és igazából az egész filmnek a sikere abban rejlik, hogy ezek az első ember, akik elmennek, mit fognak majd róla írni az interneten. És én el fogok menni megnézni, mert tudom, hogy érdekel maga a világ is, meg nyilván nekem fontos valamilyen szinten az, hogyha valamilyen szinten ez egy folytatása lesz az előző történetnek. Ha jó lesz, én fogok a legjobban örülni. Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ez manapság már így van, hogy az interneten megjelenített vélemények annyira befolyásolják az embereket. Én magam, aki az interneten megjelenített véleményekben utazom, azt mondom neked elmondani, hogy alapvetően szerintem az emberek, aki nem döntött el már előre, hogy megnézi, azoknál sokkal fontosabb a kulturális relevancia. Tehát, hogyha a film olyan minőségű, vagy olyan poénokat szül, amiken keresztül az emberek, akik még nem látták, úgy érzik, hogy ez popkultúrás szempontból releváns lesz, akkor szoktak elmenni az emberek megnézni. Tehát a Morbius az azért lett például második eresztésében sokkal sikeresebb, mint első eresztésében, mert először ugye voltak Marvel rajongók elmentek, azért megnézték, de úgy nem lett jó, úgyhogy még a Marvel rajongók, én sem láttam, Marvel rajongók sem mentek el. Viszont az interneten olyan szinten elkezdtek terjedni azok a mémek, hogy mindent kicsértek Morbra, és ugye folyamatosan egy iszonyatosan jó ilyen mémháló alakult ki a Morbius körül, ami halálosan szórakoztató volt. Olyan szinten ráadásul, hogy amikor újra mozikba rakták, akkor az emberek elmentek megnézni, hogy értsék a poénokat. De szerintem manapság inkább ez a netkulturális relevancia az, ami motiválhatja az embereket, hogy megnézzék akkor is, akár hogy nem annyira jó. A Dungeons and Dragons rajongók szerintem még mindig nagyon kevesen vannak. Főleg akik praktizálnak olyan szinten, hogy számukra ez a film, ez érthető legyen és ilyesmi. Én azért szurkolok, hogy a puszta szerkezeti felépítésen túl találjanak egy olyan forgatókönyvírót, aki esetleg valami Excel-val tudja
megspékelni a dolgot. Tehát az első Jumanji, megint csak visszautalva, az első Jumanji azért volt nagyon jó, mert megvolt a szerkezet, ugye folytatjuk az eredeti Jumanji-t, illetve azt tovább gondoljuk, megvoltak a sztárok, ezek a sztárok fognak benne szerepelni, de az írása, és az, ahogy alakították a karaktereket, ez kifejezetten kreatív volt, frissnek hatott, és úgy látszott, hogy valakit engedtek ott érvényesülni az írószobában. Szerintem ez az, ami ezeknél a közönségfilmeknél borzasztóan fontos, hogyha az ember nem olyan zseniális, mint a Spielberg, meg ilyenek, akik feltalálták a közönségfilmet, akkor engedni kell valami kis extra ízt adni neki a rengeteg ilyen megalapozott sablonon túl. És akkor jó lesz. Említetted, hogy szerinted a D&D rajongói bázis az szűknek mondható, abszolút, kicsinek mondható. Mi van azokkal az emberekkel, akik mondjuk annyira nem járatosak a szerepjátékok világában, vagy egy kicsit, ne adj Isten, furán szemlélik ezt a közösséget, szubkultúrát. Ők vajon ezáltal a film által, hogyha elmennek rá, közelebb kerülhetnek ehhez a világhoz? Csak azon múlik, hogy benne van-e a Dungeons and Dragons című filmben maga a Dungeons and Dragons játék is. Uh-huh. Csak azon múlik. Tehát azon, ez nem ismételgetem magad, hogyha van benne valami kis extra játék a kapcsolatban, akkor meghozhatja a kedvüket, amúgy ez egy átlag fantasy lesz. Uh-huh. Pontosan ezt akartam én is mondani, hogy ez szerintem egy sima klasszikus fantasy lesz, ami egyébként mint a Willow érkezik majd most ugye a Disney Plus-ra, ami szintén egy ugyanilyen gyönyörű fantasy történet volt, ami egy gyerekkoromnak az egyik kedvence volt annó. És én nem várok többet ettől a D&D-től. Én nem mondom azt egyébként, hogy egy filmnek olyan hatalmas hatása lehet arra, hogy emberek leüljenek egy asztalhoz és szerepjátszanak, mert szerintem ahhoz gyerekkorban kell leginkább egy motiváció benned. Nyilván el lehet kezdeni felnőtt korban is, nem erről van szó, de nem tudom, sokkal nehezebb lenne szerintem beleugrani egy vaskos törvénykönyvbe 30 évesen, mint mondjuk 14 évesen. Én ezt azzal cáfolnám, hogy az nemrég jött ki az Arcane nevű sorozat, aminek minimális mikromilliméter méretű köze volt a LOL világához. Karakterek voltak benne. Így megugrott a játékos szám utána. Pedig, a, jó, nyilván azok aztán abba hagyták, mert megértették, hogy a LOL az nem játék, hanem rabszolgaság, de lehet, tehát hogy én mondom, a kultúra is relevancia múlik. Tehát szerintem abszolút, azért azok a vaskos törvénykönyvek, azoknak az a lényegük egyébként sok szempontból, hogy vaskos törvénykönyvek. Én borzasztóan élveztem a mágusnál, hogy így le lehetett tenni az asztalra a rengeteg könyvet. Ez egy fajta élmény. Hogyha ezt az élményt pozitívra teszik a nézők szemében, akkor szerintem nem a könyvek fogják őket távol tartani. A Dungeons and Dragons-en az a baj, hogy sokan kellenek hozzá, és nagyon nagy időbefektetés, mert megtanulni nem nehéz. Te D&D-zel? Vagy vágod a szabályokat? Én nagyon kevés D&D-t játszottam, én sokkal inkább D6 meg D20 rendszereket játszottam Star Wars-ba is, meg így való, hogy nekem a D&D volt a legkevesebb. A D&D, igen, tehát az ötödik kiadású D&D, az hála Istennek már egy játszható formula, nem a harmadik kiadás, ami borzasztó, és majdnem a teljes játéknak a halálát okozta. Az ötödik kiadás, ami most megy, az arra lett kitalálva, hogy az emberek meg is tudják érteni a játékot, és esetleg néha jól érezzék magukat benne. Emiatt nagyon egyszerű felfogni, egy pár óra alatt az ember minden szabály részletet megtanul, és utána csak móka és kacagás. Úgyhogy szerint van erre esély. Van erre esély, hát ezért pénzelik. Ahogy mondtad ezeket, felsoroltad ezeket a kicsit ennő ismert személyeket, azért ebben van rendes költségvetés, meg az animáció, amennyire láttuk a trélert. Szóval az animációs minőség az nem rossz. Úgyhogy simán lehet. Én úgy általában pártolok minden olyan dolgot, amikor egy szubkultúrára egy kicsit nagyobb fényvetül. Annak idején a Dogtown című, nem, Z-Boys. Mi volt annak a játékfilmnek a címe, amiben az Emil Hirsch szerepelt? Lords of Dogtown, az volt, csak úgy simán. Igen. Na, a gördeszkezés múltjáról szólt, és hát ott is borzasztóan szexi, szörfös srácok rohangáltak össze-vissza gördeszkákkal a hónukkal. És úgy, azért nagyon sokat nagyon nagy szerepet játszott abban, hogy a gördeszkezés kultúra fennmaradt szerintem. Evezzünk tovább a következő filmünkre. Épp alig, hogy el fog kezdődni szeptemberben a tanév, gyakorlatilag az Amazon már is a székekbe fogja szögezni ugye a Gyűrűk Ura fanokat az új sorozatával, és ebben ugye többek között Galadriel életébe nyerhetünk bepillantást. Igen. Mit gondoltak erről a sorozatról? Én nagyon félek tőle.
Én nagyon félek tőle, mert én, a Gyűrűk ura nekem egy nagyon nagy szerelmem már gyakorlatilag majdnem 30 éve, ne jó, nem igazán a 30 éve, azért annyira nem vagyok öreg, de én nagyon szerettem azt a könyvet, és utána nagyon szerettem a trilógiát, amit ugye Peter Jackson csinált nekünk, és utána nem annyira szerettem a Hobbitot, főleg a második meg a harmadik részt, és egy picit félek attól, hogy azzal, hogy eltérnek a kánontól, és még azzal nincs is bajom egyébként, hogy diverzifikálják a tündéknek a bőrszínét, vagy másfajta felszerzetek, mert ez szerintem teljesen irreleváns, amit egyébként kutyáznak nagyon sokan interneten. Nekem azzal van gondom például, hogy Galadrielből egy harcos hercegnőt csinálnak, ami... Indokolt. Számomra nem. Mert? Silmarilok olvasása is ezek után. Galadriel soha nem volt egy olyan karakter, aki kardot ragadott volna. Ő mindig is egy úrnő volt, mindig is egy high elf volt, aki kvázi... Igen, de ebben a világban van bárkinek van olyan opciója, hogy nem ránt néha kardot? Azért a Valinor tündéknek van... akik visszajutottak Valinorba, már pedig, bár mondjuk jó, ez igaz, Galadriel nem jutott vissza, ő a középföldén maradt, majd később ment vissza. A fucking gyerekeknek kardot adnak a Gyűrűk urában, ez az egyik legtragikusabb jelent. Na mindegy, te jobban ismered a háttérsztorit, én ebben biztos vagyok, de szerintem az helyén van. Galadriel engem mindig olyan, annyira megijesztett. Félelmetes karakter. Igen, szóval, hogy te aggódsz tőle. Bocsáss meg, közbevágtam. Ennyi igazából. Nem, megadom neki nyilván a lehetőséget, mert nyilván Gyűrűk ura lesz, és lehet belőle jót csinálni. Vannak dolgok, amiket nagyon nem szerettem a marketing kampányba, főleg ebbe ez a szuperfanos YouTube-os sorozatok, amiket végigcsináltak, ami szerintem borzalmasan cringe volt. És... Ez miről beszélsz? Nem tudom, hogy ez mit csinál. Volt egy ilyen szuperfan kampány, amiben kvázi teljesen divers, úgymond rasszú emberek voltak benne. Tehát jaj, kit érdekel? Nem ez a lényeg. Miről szólt a kampány? A kampányban nekem az volt a nagyon nagy gondom velük, hogy igen, minden egyes videóban, ami mondjuk legyen angol-amerikai, abban megkérdezték te, hogy mit vársz a legjobban az egésztől, és akkor representation, more diverse representation. És így annyira nem érzem, hogy ennek alapvető dolognak kellene lennie egy Gyűrűk urában. Szerintem nincs szükség ezt kiemelni. Ó, abszolút szükség van kiemelni. Mondok erre egy remek történetet, és ezt már 46 helyen beszéltem róla, hogy engem ezért idegesít ez ennyire, bocsássatok meg. De 46 helyen beszéltem róla a Miss Marvel sorozat kapcsán, hogy mindenki írta, hogy ez milyen jó, hogy pakisztáni ott a család, és milyen jó muzulmán reprezentáció. És természetesen a reprezentációra senkinek nincs szüksége, aki reprezentálva van. Tehát aki meg van jelenítve rendszeresen és részletesen, az természetesen annak nincs semmi szüksége további reprezentációra más rasszokat illetően, mert az ő történet el van mesélve. A Miss Marvel kapcsán egy kislány írta be az egyik komment szekcióba a fő oldalon, hogy ő nagyon örül ennek a sorozatnak, mert végre megtudta, hogy a Marvel világban vannak muzulmánok. Mert ez előtte nem volt egyértelmű. Nem lehetett tudni. Nem volt sehol megjelenítve, hogy ők léteznek a Marvel univerzumban. Ő most már jobban benne érzi magát azáltal, hogy ezt elmondták neki. Tehát a reprezentáció pusztán erről szól, hogy bizonyos kultúrákból bele tudják képzelni magukat a kisgyerekek, meg akár idősebbek is abba a világba. Szerintem a Gyűrűk uránál fehérebb és férfibb dolog egyébként az eredeti filmeken kívül, az eredeti filmekben két nő van. 46 férfi. Tehát, hogy most már arra nem mernek beszólni, hogy a női a főszereplő, mert azt most már nagyon eltolták, de szerintem az is sok ember zavar. De a reprezentációnak nem az a lényege, az fájdalmi pont legyen azoknak, akiknek nem egyezik a bőrszíne, hanem hogy egy örömteli dolog legyen azoknak, akinek viszont egyezik. Szerintem a Gyűrűk urában tökre belefér, tehát nyilván nem arról fog szólni a történet, hogy felfedik a hőseink, hogy Sauron fekete és mozgássérült és leszbikus. Tehát nem ez a fő történet. Azt meg tudnám érteni, hogyha ilyen szinten átírják a kánont, egészen biztos vagyok benne, hogy Sauron nem volt mozgássérült. Tehát hogyha az megértem, hogy ez embereket zavar. De én olyan szinten unom ezt a nyávogást a reprezentáció miatt, hogy ez nem igaz, mert ez tök mindegy. Ez akinek szól, az örül, akinek nem szól, annak meg tök mindegy. A cél az, hogy jó legyen a sztori.
Tehát szerintem nem amiatt kéne nyávogni, hogy milyen bőrszínű a ki micsoda, mert nagy lelkű, hogy azt mondjuk, hogy ez nem érdekel minket, de hogy ez nem is feladatunk, hogy egyáltalán érdekeljen. Amiatt kéne nyávogni, hogy a casting például szerintem borzasztó. Tehát a Galadriel az nem hiteles számomra, mint harcos hölgy, és hogyha tényleg be akarják vonni ez, ami szerintem nem feltétlenül helytálló, hogy ő egy ilyen battle maiden volt. Ez, számomra abban nem hiteles ez a főszereplőnő. Én emiatt aggódok rettenetesen. Nem megfelelő karakterisztikájú hölgyet választottak a főszerepbe. Szerintem nem fogja tudni fenntartani az én hiteles figyelmemet egy szezonon keresztül. Tehát az ilyen dolgok miatt annyira érdemes aggódni, mert ezek az egész történetnek az integritását, meg alapvető élvezeti értékét veszélyeztetik. És egy pillanatra nem, egy másodperc nem ront el semmit az, hogy valakinek a pigmentáltabb a bőre, mint a többieknek. Na, ez volt az én kis beszédem. De borzasztóan, ebből kitekerve, én tökre várom, de én csak úgy várom a sorozatot, hogy megnézzük, hogy milyen. És nem vagyok hajlandó részt venni abban a értelmetlen károgásban, ami ez előtt történik. Nekem se azzal van bajom igazából, hogy most a bőrszín vagy olyan. Nekem azzal van bajom, hogy ezt fel se kéne hozni egy gyűrűk urában. Tehát számomra a gyűrűk ura a világa, az azt jelenti, a tökéletes pontjait jelenti, hogy barátság, lojalitás, hősiesség, becsület, és így tovább. És az egy olyan világ, ahol szerintem nem lenne szabad rasszizmusnak lennie. És nem is nagyon van. Hogy ne lenne rasszizmus? Nyilván a gonosz oldalon van. Öt rassz küzdet egymásra az egyik csatában. Nyilván az öt nemzet csatája ez így. Igen. Persze. De ettől függetlenül. Tehát arról az oldalról nézem, hogy ha van egy abban a világban egy normális világnézet, amit mondjuk képviselnek a rohaniak, képviselnek a gondoriak, és itt nyilván nem arra gondolok, hogy most Denethor alapvetően egy fajgyűlő valami, de a karakterek, akik vannak benne, főleg legyen az, hogy Aragorn karaktere, ők soha nem merült fel náluk, hogy szükség lenne arra, hogy ki kell emelnünk, hogy ennek a karakternek milyen bőrszín. Nem kell kiemelni. Nem emelik ki. A marketing kampányban azért szerepel, hogy elhitessék az emberekkel valamit, ami abszolút nem abszolút nem egyértelmű, hogy ez a gyűrűk ura, ez nem csak fehér férfiakkal lesz tele, mert eddig javarészt fehér férfiakkal volt tele. Azért húzzák fel erre a média kampányt, ennek két oka van. Egyrészt azért, mert ez nem egyértelmű, másrészt azért pedig, mert minden termékgyártó cég az új piacokat keres, hogy maximalizálni tudja a profitját. Ez nem azért, nem művészeti szempontból emelik ki, marketing szempontból emelik ki, hogy a minél több kultúrkörből vonzanak be embereket a gyűrűk ura világába. És hogyha emellett vagyunk, akkor végérvényesen ez azt fogja eredményezni, hogy több ember fogja szeretni a gyűrűk urát, ami egy hasznos dolog, mert egy kiváló irodalmi termék. De hogy egy középkori settingben legyen ez egy fantasy világ, nincs fajgyűlölet, és ez a téma, ez egy felvetetetlen dolog, abban nem értek egyet. Mert ha megnézed a leggyönyörűbb fajgyűlöleti történet, a Legolász és a Gimlinek a története. Akik genetikai alapon gyűlölték egymást, semmi közük nem volt egymáshoz azon túl, hogy az egyiknek csúcsos a füle, a másik meg alacsony. És egy fantasztikus történetük, nekik gyakorlatilag az a kulcs üzéjük, hogy két kultúrkör, akik automatikusan gyűlölik egymást, azok hogy tudnak egymásra találni. Még azt sem mondhatjuk, hogy gyűrűk urában ez nincs benne ez a kérdés. Igen, nem bőrszínben jelenik meg, bocsánat, hanem valóban, ahogy kiemelted, az nem, mind a kettő fehér között, volt. Így van. Inkább a fajok közötti távolságok voltak kihangsúlyozva talán. Igen. Mégis talán a legszebb jelenet a Gimlinek és a Legolasznak az a jelenet, amikor azt mondja, hogy sosem gondoltam volna, hogy egy tünde mellett ír a halál. Ez egy abszolút rassz körüli téma. De mégis a főszereplők úgymond felülemelkednek ezen a nem. Flón. Nem. Három Igen. film alatt emelkednek fölük komoly munkával. De mégis megtörténik. Meg a végére, de könyörgöm, tehát ne mondjuk már azt, hogy ez egy adott dolog volt, vagy ennek nincs helye a fajgyűlöletről, vagy a rassz alapú dolgokról beszélni a gyűrűk urában, hogyha ők három filmen keresztül beszéltek róla. És csak a végén tudtak felülemelkedni ezen, kvázi becsúcsosítva egy folyamatot. Jó, ezt el tudom fogadni.
Nem gondoltam volna, hogy ez a téma lesz egyébként, ami ennyire ragadja. Bocsássatok meg, elnézéseteket kérem, de én azért vagyok mindig egyre intenzívebben ideges ettől a témától, mert ez folyamatosan feljön, tehát ezt egyszerűen nem tudjuk elengedni, és én így szeretnék ülni, és hozzád hasonlóan csak úgy várni ezt az egész dolgot, és valahogyan minden információ, amit megtudok arról, hogy a Sauron valami, most látok a trélerben, hogy ott van egy női avatarja a Sauronnak, vagy ő maga a Sauron? Erre tök sokat lehetne spekulálni, senki nem hajlandó velem, mert mindenki azt hozza föl, hogy milyen színűek az elfek, ami nem érdekel. Na, de akkor térjünk most ki rá, mi a véleményed erről a Sauron avatar, nem avatar? Javíts ki a tévedek, mert te jobban tudod, mint én, de a Sauron az egy alakváltó. És nem mindig volt abban az alakban, sőt sokáig nem volt egyáltalán alakban. Sauron egy félisten, igen. Úgy, de hogy sokáig nem volt effektíve olyan alakban, mint ahogy mi megismertük. Húsvér. Tehát igen, abszolút erre gondolok. Tehát, hogy ő simán lehetséges, hogy ez a hölgy, aki úgy néz ki, mint Eminem, nem jut eszembe a neve sajnos, aki játssza azt a karaktert, nem lehet róla tudni, hogy ő kicsoda. Simán lehet, hogy ő egy... Tehát, hogy őre mondják, hogy miért néz ki így Sauron. Egyrészt nézhet ki így Sauron, mert ő simán lehet egy női alakban megjelenő dolog, ahogy Gandalfnak is különböző verziói vannak. Simán lehetne, másrészt pedig lehetséges, hogy vannak avatarjai? Nem tudom, te akkor vágod a háttérsztorit. Sauron ugye a fő gonosznak az egyik hadnagya. Tehát a fő gonoszt úgy hívják, hogy Melkor vagy Morgoth. Ő ugye az egyik istenség, aki Illúvatarnak a gyermeke gyakorlatilag. És több történetben benne van Sauron, és igen, ő végig alakváltó, képes felvenni szörnyetegeknek az alakját, farkasoknak, sőt, van egy hatalmas harc egyébként közte meg Beren között egyébként, Beren és Lúthien történetében, amikor Sauron az egyik, aki megállítja őket, miközben vissza akarnak ugye lopni egy Silmarilt Morgothnak vaskoronájáról. Uh-huh. És bármi lehet, Sauron ő az áltázás mestere, meg gyakorlatilag az átverés mestere volt, ő is mindig mindenkit. Tehát lehetne ő egy nő? Bőven. Ez nagyon érdekes. Ez nagyon érdekes. A mozgássérült... Mozgássérült afroamerikai leszbikus, vagy nem? Igen, abból egy már. soha nem volt sztételve egyetlen egy könyvbe sem, hogy milyen nemű egyébként Sauron. Tehát ez erről nincs szó. Igen. Tényleg nincs szó? Nincs szó, nem is de kell. Jó. De ilyen alapon, tehát Gandalfnak sincs igazán kimondva, hogy ő kicsoda, ő is egyébként félisten, és őnek is sincsenek a nemi dolgai elrendezve, hogy már pedig ő fél. Aha. Ez nagyon érdekes. Na hát ez az, amit viszont nem, tehát hogy azt nem tudom elképzelni, hogy Sauron végül női formában fog megtestesülni ebben a világban. Mindennek vannak határai, én valahogy, mert hogy ennek ráadásul irodalmi szempontból is érdekes kérdés, hogy a fő gonoszok, azok mindig valahogy férfiak. No comment. Úgy általában a különböző démonok és félistenek és egyéb reprezentánsai egy-egy problémának, azok simán nem telenek, vagy lehetnek nők és férfiak, de vagy az univerzális jó, meg az univerzális rossz, az mindig férfi. Nagyon érdekes lenne, hogyha Sauron ezt olyan szempontból változtatnák meg, hogy egyszerűen ugrálnának közötte. Tehát így nem mondanák, ahogy te mondod, nem mondanák meg, hogy ez így micsoda, hanem csak így úgy amúgy megjelenik, ahogy éppen nekünk tetszik. Ez egy nagyon, nagyon érdekes üzenet lenne. És jó lehetőség azért mondjuk egy ilyen filmiparbeli produkcióhoz, akár a szövegírókra gondolunk, ja, akár a rendezőre, akár a színészekre, szóval jó lehetőség rejlik ebben a történetben. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a vége. Abszolút. Hát sőt, bele is illik egyébként, mert ugye Sauron mindenkit át akart verni a világba, át is vert mindenkit azzal, hogy ugye létrehozta a gyűrűket, majd utána uralta őket. Tehát nyilván ebből volt az egyik legnagyobb konfliktus Középföldén, ahhoz pedig bőven benne van az, hogy minden eszközt felhasznál arra, hogy mindenkit átverjen, még a tündéket is. Uh-huh. Egyébként én is nagyjából olyan állásponton vagyok, mint egy kicsit ingadozom a félelem és a türelmetlenség között.
Én szintén iszonyatosan nagy Gyűrűk ura fan voltam, 11 néhány éves koromban olvastam mind a három könyvet, nagyon imádtam. Utána jött a Hobbit, mint film először az életembe, akkor arra nagyon ráfügtem, és akkor utána jött, hogy van egy ilyen fura szokásom, hogy amit megnézek filmbe, azt elolvasom, amit elolvasok, azt megnézem filmbe. És nagyon érdekes, hogy az egyik Hollywood hírügynökséges adásban fogalmaztál meg egy olyat, hogy nem szabad ezeket összevetni, mert hogy teljesen más művészeti ágak, teljesen más szabályrendszerrel, előnyökkel, hátrányokkal. És ez nekem annyira betalált, hogy azóta így ezeket külön próbálom kezelni, és ezért vagyok bizonytalan. Igen, itt a sorsfintora visszacsilla, hogy most meg ilyenekről beszélgetünk itt egy stúdióban. Szóval, hogy ezért vagyok bizonytalan, hogy egyrészt nagyon várom, kíváncsi vagyok arra, hogy mit tudnak megint ebből a világból kihozni. Viszont mondjuk ott van egy hobbitos élmény, ami mint film nagyon tetszik, és imádom, és rendben van, de ha már mellé teszem a könyvet, amit nem szabad, mint tudjuk, ahogy mondtad, akkor már egy kicsit fáj. Tehát, hogy így emiatt a két élmény miatt kicsit ingadozom így. Hát a színvajok szerintem még legalábbis az a történet szegmens, amit fel akarnak dolgozni a Galadriel kapcsán, az még kevésbé adaptálható, mint a Hobbit. Ezen a téren csak nagyobb baj lesz, ugyanakkor ez már annyira obscure, vagy ilyen, tehát ilyen ismeretlen része a Tolkien világnak, így az átlag emberek számára, mint például akár én vagyok, hogy szerintem itt itt már nem kell attól rettegni, hogy esetleg valamit olyan szinten átírnak, hogy az a négy ember, aki vágja az információt, azon kívül bárkit zavarni fog. Tehát nekem ez a fajta szabadság az, amit te bizonytalanságnak élsz meg, abszolút úgy érzem, hogy ez talán a legnagyobb lehetősége. Meglássuk, szerintem nem lesz jó. Én általában úgy nagy egészében úgy gondolom, hogy nem lesz jó, mert nagyon hangoztatták, ismerem a média vagy a marketing nyelvét már, és nagyon hangoztatták, hogy mennyi millióból készült egy rész, ami azt jelenti, hogy rettetes időt szántak arra, hogy az animáció megfelelően legyen, és az mindig veszélyes, mert az rettetes stúdiónyomást hoz egy produkcióra, és minél nagyobb a stúdiónyomás, annál kisebb a kreatív energia. Egy műben. Tehát a legnagyobb kult filmek, a legsikeresebb ilyen alkotások, azok olyanok, ahol engedték az alkotókat, a főalkotókat megvalósulni. Ilyen például a Thor Ragnarok, ahol odaadták a Waititinek, mert senkit nem érdekelt már a Thor. Azt mondja, jó, kell egy harmadik Thor, csinálj, amit akarsz. Nagyon szórakoztató lett, azért lett négy. Ez egy kvázi teljes új filmet szült. Ilyen volt a Deadpool, amire azt mondták, hogy 20 évig kampányolta a Reynolds, és azt mondták, hogy jó, figyelj, semmi pénzt nem adunk, ebből valahogy hozzátok ki. Megint csak levette a kezét a stúdió, meg levette a kezét a big money a produkcióról, és azért lett olyan szórakoztató, mert olyan emberek vették át az irányítást, akik kreatív oldalról közelítik meg a projektet. Én úgy látom, hogy ezt a produkciót pénzügyi oldalról, meg animációs oldalról, meg látvány oldalról közelítik meg, az, amit leginkább hangsúlyoznak, amiről itt zsörtölöttünk ketten, a erőszakos reprezentációnak a kommunikálása, az pedig azért van, mert hogy ezt a pénzt valahogyan vissza kell hozni, és muszáj behozni új kultúrterületeket. Ez viszont megint csak egy olyan dolog, egy olyan igyekezet, ami mögött azt feltételezik, hogy jó, hogy nekünk szükségünk lesz arra, hogy új kultúrterületeket behozzunk, mert olyan rohadt drága volt, hogy valakinek muszáj megnézni. Megint csak nem bíznak eléggé a tartalmi részében. És hogyha nem bíznak eléggé a tartalmi részében, akkor az általában nagyon rossz hír. Nem jó előjel. Nem. Hogyha azt mondják, hogy gyerekek, itt van, mindjárt jön, az azt jelenti, hogy mindenki meg fogja nézni. Ugye a Disney Plus ilyen, amikor emberek vádoltak azzal, hogy téged fizet a Disney, hogy milyen kritikát csinálj, meg milyen videót csinálj, és mindig az arra jövök, hogy a Disneynek nem kell. Azt mindenki megnéz mindent, amit csinálnak. Nekik nem kell nekem pénzt adniuk. De nem kell azért izzadniuk, hogy valaki foglalkozzon a mi dolgunkkal, mert mindenki foglalkozik. Tehát ott ez az a fajta attitűd, ami azt feltételezi, hogy a termék az önmagát adja el. Főleg Magyarország iszonyatosan nagy piacán szükség van arra, hogy valaki... Ó, abszolút. Bocsánat, egy kicsit negatív vagyok, de még mindig... Nem, abszolút. Ez nagyon fontos érték. Ül a Mickey jegére a Disneyland közepén, és a magyarokkal mi van? Az a 1,5 millió kb. Felhasználó, de lehet érni. Azzal mi van? Tehát, hogy ez teljes örültség. De mondom, ez is megint csak egy olyan dolog, ami engem kicsit aggasztal az alkotással kapcsolatban. A történetre én végtelenségig nyitott vagyok, mert
Jó sztorit, ezt bárhogyan, bármilyen verzióban megnézek. Ugyanez nálam is, tehát hogyha jó lesz ez a sorozat, én fogok a legjobban örülni. Tehát így lesz egy új gyűrűkör a sorozat, ami király lesz, akkor én fogok azt mondani, hogy oké, még csináljátok négyet. Tehát így kiadja, a történetek megvannak, amiket megírt Tolkien. Akár lehet tovább fűzni, és az sem zavar, ha jó. De ha nem jó... Igen, és ezt a kérdést, vagy bizonytalanságot még az is egy kicsit táplálja, hogy most javítsatok ki, ha rosszul emlékszem, meg nem is fogom tudni szó szerint idézni, de hogy magában a trailerben is, vagy az előzetesben is nem a megszokott szöveg van ugye, hogy Tolkien könyve alapján, hanem egy még tágabb megfogalmazás van, hogy az ő történetei alapján talán valami ilyesmi szerepel. Igen, ez volt benne. Szóval nekem még ez is egy kicsit így táplálja ezt a félelmemet. Nem merik azt mondani, hogy a Silmarillok alapján, mert akkor az emberek elolvassák, megpróbálják elolvasni ezt a totálisan olvasatlan könyvet, és akkor nem fognak elérni megnézni. Az így, úgy értem, hogy tehát az nem egy tradicionálisan élvezhető könyv, mint az a többi Gyűrűk ura. Mondom ezt úgy, hogy az első Gyűrűk ura, tehát a Fellowship of the Ringnek az első mondjuk 100-200 oldala, az olyan eszeveszett unalmas, és lassan induló, és monoton, és érdektelen, hogy már az egy kihívás, de minden jó műnek vannak ilyen szegmensei. Az öreg Tolkien ezt tudott táj leírni. Abszolút. Oldalakon keresztül, de hihetetlenül. És a Silmarillok az még egy rákezd. Tehát az, amikor így elkezdesz olvasni egy könyvet, és 150 oldalon keresztül nincs benne árbeszéd. Ja. És így... Hát nekem a listámon van, de most nem hoztátok meg a kedvet, hogy elolvassam. Gyönyörű, mert nagyon-nagyon szép az egész, és nagyon-nagyon sok mindent kvázi rájössz, hogy na, akkor ez azért van, aha, meg akkor az azért van, aha, és ezek nagyon faja dolgok, de nagyon nehéz. Tehát így, nem tudom, egyik irodalom tanáromnak volt egyik mondás, amikor a Kertész Imnének olvasta a Sorstalanságot, hogy Juditka, itt van, beszek 4 tábla csokit, és akkor olvassál még 10 oldalt, és akkor ehetsz csokit, mert ő ennyire nem szerette a Sorstalanságot. Ugyanezt szerintem hozzá lehet tenni a Silmarillokhoz is, hogyha valaki hozzák ezt. Viszont van egy pont egyébként, amikor így átfordul a mutató, és utána nem tud eltenni. Tehát amikor elkezdenek a nagy háború, amikor kiderül, hogy mik azok a Silmarillok, amikor megjelennek Beren Lúthien története, az szerintem azt mindenkinek olvasni kell. Az talán az egyik legszebb szerelmes történet, amit valaha leírtak könyvbe. Én nagyon-nagyon szerettem azt. Pont ez az, amiért nagyon félek tőle, mert én nekem a Silmarillok az szerintem nagyon sokban adott nagyon sokat a Gyűrűk ura világához, és nagyon-nagyon szép történetek voltak benne, és hogyha ezt most nekem elrontják... Marcos leszem. Igen. Hát mindig azt érdemes ilyenkor észbe tartani, hogy elrontani nem tudják. Elvenni az élményeket nem tudják tőled, max nem sikerül újat adni. Ez nem szeretem, amikor a Star Wars rajongók képesek erre folyamatosan nyavajgó bagázs, és nagyon sokáig én egészen a midi-klóriánikig aktívan a részük voltam, vagy a tagjuk voltam, hogy ők tudják, ez elrontották, mit rontottak el? Azt a gyerekkori élményt, amikor ott ülsz és VHS kazettáról nézitek a filmet, és a szar magyar szinkronnal, és ott tapsikoltak, hogy mennyire fantasztikusak azok, az abszolút nem fantasztikus fénykartpárbajok. Azt rontották el? Nem. Az otthon melegének érzését és a forró kakaót vasárnap reggel? Azt se rontották el. Akkor mit rontottak el? Vagy mindenki, nem kritikának mondom, teljes mértékben helyet adok, vagy egyetértek azzal, amit mondtál. Csak azt mondom, hogy ez fontos, a lelki egészségünk számára fontos megérteni, hogy nem vesznek el tőlünk semmit. De igen, mégpedig én elmondom a jövő ígéretét, mert így nem lesz több. Mert az emberek kevesebbet mennek a moziba, és utána nem lesz következő rész. Márpedig a Gyűrűk ura is megérdemli, a Star Wars is megérdemli, a Star Trek is megérdemli, hogy tovább meséljék azt a történetet, és erre mondok egy tökéletes példát, az Amazonnak a Wheel of Time-ja, ami most jött ki. Én nagyon szeretem ezt a könyvet. Az nekem ahhoz köt például ahhoz, hogy az volt az első fantasy könyv, amit apámmal együtt olvastunk, aki már azóta nincs közöttünk, és nekem ez gyermekkori élményem fűződik. És most kijött a Wheel of Time, és tudom, hogy ezt a könyvet 20 éven keresztül olvastam,
és nagyon akartam, hogy jó legyen, és nem lett jó. És nagyon-nagyon-nagyon zavar, hogy nem lett jó. Tehát így kvázi van egy olyan dolog, amihez nekem hozzáfűződik egy boldog élményem, amit felidézhetnék ezzel a sorozattal újra, de nem tudom felidézni, mert annyira rossz. Tehát csalódsz benne. Így van. Mindig nem vettél semmit. Nem. Jövőre nézve értem, tehát hogyha a lehetőséget ezt elveszi, ez jó. Ja. Nem jó zárszó ez, de menjünk tovább a következő, ugye a Szent Háromságunknak a harmadik tagjához, ugye ez a Wakanda Forever, ami novemberben fog ugye a negyedik fázis lezáró részeként napvilágot látni. És ugye ennek az új trélerét láthattuk ezen az eseményen, ami ugye a mai adásunknak a középpontjában mozog. És még mindig nem lehet tudni, hogy ki veszi át a címadó posztot. De lehet tudni. Na. De Shuri lesz. Nem. Hogy hívják a csaját? Monger. Nem, hogy hívják a csaját? Igen, ez a két pletyka van, hogy vagy a húga veszi át, nem, vagy a... Shuri, ez egy túlságosan jó karakter, és abszolút nem az a fajta karakter, aki szuperhőssé válik. Ő egy side karakter, aki addig szórakoztató, ameddig nincsen központban. Lásd, Jack Sparrow. Aki addig volt élvezetes karakter, ameddig nem ő volt a főszereplője a filmeknek. A Shuri, tehát a forgatókönyvírói szempontból nincs logikája egy mellékszereplőt megtenni a teljes központnal, központi figyelemnek, mert az ő karaktere, az ő energiája, az ő fajta humora, az ilyen pattogós kis görcsös az pont arra jó, hogy valamit egy központi főszereplőt, főleg valakit, aki nagyon komoly, ugye, mint a T'Challa volt, őt ellensúlyozza. Melyik szereplőknek ez a pozíció, hogy valamilyen szintén oldják azt a központi rendszert, amit a főszereplő képvisel. Na most a Shuri, hogyha ő képzeld el, hogy ezt kéne hallgatni két órán keresztül, mindenki saját magát folytaná a vízbe. Tehát ez elviselhetetlen. Én úgy gondolom, hogy hogy hívják a barátnőjét, nem tudom. Nekem sem jut eszembe egyébként. Ő lesz. Tudjuk, hogy kire gondolunk. Igen. Ő egy hasonlóan komoly karakter, mint a T'Challa volt, tökéletes csere. Mit szólnál ahhoz, hogyha visszahoznák Killmongert, és ő redeemelné magát? Volt, a What If-ben volt erről szó. Yep. Nem érdekel. Pedig nem érdekel. Jó volt Killmonger. Nagyon jó volt, mint gonosz, és nagyon fontos, kulturális szempontból nagyon fontos üzeneteket közvetített. Tehát ő neki modern Amerika szempontjából egy rettetesen fontos állásfoglalása volt, és jól mutatta be a film, hogy ez miért nem helyes, ez a fajta militáns megközelítése az a valós társadalmi problémáknak. Ha az ő halálát visszavonják, annak semmi értelme nem lenne. A multiverzum az ezért egy szar koncepció, mert így minden súlyát veszti. Így van. Minden. Sokan mondták, hogy ez lesz a következő nagy gonosz, hogy valaki, aki multiverzumot fogja abbajgatni. Nem hiába az volt a Marvel változó időszakának a témája, mert most el lehetett játszani egy rakás gondolat, ami ki lehetett próbálni egy rakás dolgot, amit aztán le lehet kakilni. Mert nem kell vele foglalkozni. Soha többet. A multiverzum az egy rettenetesen nagy szabadságot adó és borzasztóan kártékony írói eszköz. Mert mivel mindent lehet, ezért semmi nem számít. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy nem hozzák vissza a Killmongert. Nagyon-nagyon remélem. Nem kell. Hogy hívják? Nem tudtam meg. Próbáltam igen közben az internet segítségével, de annyira elterelődött a téma, hogy feladtam. Nem, de akkor folytatom a keresést. Nem, ne folytasd. Mondjad közben, igen. Csak hogy fejtsd ki, hogy miért gondolod, hogy pont ő az, aki mondjuk mint karakter alkalmas lenne arra, hogy átvegye család helyét, ugye? Azért, mert nagyon hasonló karakter. Nakia? Lehet Nakia. Nakia. Nem, de Nakia. Nem, de? De, Nakia. Igen. Azért, mert egy nagyon-nagyon hasonló karakter, tehát kvázi tudják folytatni a karakter, megjelenített karakter kérdésköreinek feldolgozását. Tehát egy rojális, gazdag, de visszahúzódó kultúrába és családból származó karakter, bedobunk a világba, őneki van egy olyan megközelítés, egy olyan rálátása, olyan filozófiája,
az életre, ami nagyon-nagyon tápláló, meg érdekes, meg izgalmas, ugyanakkor valószínűleg borzasztó sznob és a valóságtól elrugaszkodott. Ugye erről a konfliktusról szól a Killmongerrel is a küzdelme. Tehát itt rengeteg dolgot lehet még ezzel a fajta, ezzel a típusú karakterre feldolgozni. Ezért, hogyha Marvel nem akkora barom, mint a Disney volt, amikor a Star Wars-okat, új trilógiát csinálja, és nem azt mondja, hogy megvolt az első film, most mindent kidobunk, és valami újat próbálunk kitalálni, hanem folytatni akarják, valami, amit a trailerből látunk, hogy így van, akkor a karakternek az ívét is, a karakternek az a központi értékeit is folytatni kell. Úgyhogy szerintem ezért lesz Nakia. Alapvetőleg az ő jellemük, ugye azért voltak szerelmes pár, az ő jellemértékeik között különbség az elhanyagolható. Egyik nőből van, másik férfiből, ami semmit nem jelent, főleg egy olyan franchise-ban, ahol most láthattuk, hogy a javarészt a cast az nőkből áll. Ami állati király. Mert az első Black Panthernek a legjobb része a nők voltak. Legjobb része az, amikor amikor megölték, vagy így tehát hogy megsebezték a család, és ő eltűnt, és a nők azt mondták, hogy jó, akkor most megoldjuk a dolgokat, és elkezdtek a diplomácia útján fantasztikus előrelépéseket tenni, és úgy irányítani a belpolitikát, hogy az ő irányukba hagy. Imádtam minden másodpercet. A királynőt imádom, okoljét, mindenkit imádunk. Tehát én nagyon-nagyon szeretem ezeket a női karaktereket, nagyon-nagyon eredményesek is, és jól implementáltak, és fantasztikusan megírtak, úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon várom. Az egy legjobb, leginkább várt Marvel filmem. Nekem soha nem volt, azt mondom, hogy a top 3-ban nekem a Black Panther sokkal jobb. Nekem a nyilván én klasszikus oldalról tudom megközelíteni a dolgokat, és nekem máig a kedvenc karakterem az Iron Man lesz, és ezt valószínűleg semmi a életben nem fogja megváltoztatni. Ettől függetlenül nem volt gondom a Black Pantherrel, szerintem oké volt a történet, viszont én sokkal jobban szerettem az Avengers-be őt, illetve őket, mert ott volt igazán erős úgymond szerepe a vakandai embereknek az utolsó csatában, ami szerintem valaha volt legjobb szuperhős csata volt a polgárháború óta. És ott bizony nekem az teljesen jó volt. Ha azt az egészet tudják hozni, ami ott nekem volt élmény, akkor én azt mondom, lehet ebből jó film. Mi tetszett abban a csatában nekem? Arra gondolok, hogy például a karakter volt az, aki ugye vitt tovább a kesztyűt, és mégis ő volt az egyik, aki tovább pörrentette a cselekményt, és mégis tovább tudott menni, és ők voltak a derékhad gyakorlatilag a sorcererek mellett. Uh-huh. Tehát ők voltak az egyik foundation, amire épült az End csata. Amikor ugye azt mondták, hogy jó, itt van, ebben a pillanatban mi megmutatjuk, hogy mi vagyunk Wakanda, mert onnantól kezdve tudták, hogy onnantól kezdve mindenki tudni fogja, hogy onnan jöttek. Igen, tehát ez szabadjában fontos volt. A trailer kapcsán egyébként pont ki is emelted ezt a karaktert, ami még nekem fontossá vált. Ugye maga a királynő, aki előrelép ebbe az egész politikai, világpolitikai helyzetbe, és ugye átveszi. Ramonda. Igen, átveszi igen. A helyet. Én arra is kíváncsi vagyok, hogy ebből a karakterből mit tudnak kihozni, mert ugye ő eddig, most de javítsatok ki megint csak, nekem az jött le, hogy ő az anyatigris, aki ugye a háttérbe húzódott, átadta az irányítást a férfiaknak, az otthon melegét megteremtette, és a többi. Most viszont ugye ő az, aki politikai szintérre lép, és egy olyan területen mutatja meg magát, ahol eddig nem nagyon láthattuk. Én úgy gondolom, hogy ő hasonlít nagyon az angol királynőhöz, hogy ez a pozíciója és a feladata egészen addig szimbolikus, ameddig nincsen rá szükség. És ez nekem nagyon tetszik. Ez a fajta, hogy ő alapvetően egy befolyásos uralkodó személy volt az első filmben is, de látszott, hogy amikor, hogy nincsen, tehát ő, neki funkciója relatíve kevés volt a film elején, mert el volt látva a katonai vezetés, el volt látva a belrend, a politikai tradíciók meg voltak oldva, lehettek rendezve, tehát kvázi ő neki egy minimális szerepe volt az esetek operatív mozgatásában. És aztán ahogy felborult minden, akkor hirtelen kiélesedett, hogy miről szól a királynőnek a pozíciója. És hogy neki mi a feladata a krízisben. És onnantól kezdődött sokkal izgalmasabb. Meg onnantól leláttuk meg a kompetenciáját, meg az értékét. És ő most nagyon-nagyon egyértelműen
kvázi főszerepi helyzetben volt rakva a trailerbe. Szerintem ez nem lesz feltétlenül így, de engem tökre érdekel. Én alapvetően nagyon szeretem az uralkodó házaknak és a royalitásnak és ilyesminek az életét végigkövetni. Ez egy szuperhős settingben, ez kifejezetten külön izgalmas lesz. Úgyhogy, ja, a jelen pillanatban én azt tudnám mondani, hogy női karakterek írásában a vért pisilt a Marvel, mire a Black Widow-t valahogy összehozta, de ott se tudták, ugye a karaktert magát, de ott se tudták olyan hitelességi szintre jutni, mint az egy darab Black Panther filmben. Mondom én ezt úgy, hogy ez nyilván nem az én kultúrám, de hogy úgy érződött, úgy lehetett átélni, úgy tapasztaltam, és úgy jöttek a visszajelzések is, hogy azok a női karakterek, azok hitelesek voltak, jól megírtak, inspirálóak, stb. Ezek valamilyen szinten jók voltak. Én ennek a folytatását várom, mert jött a bejelentés, hogy lesz a Marvels, ahol három generációnyi. Két és fél generációnyi nő van együtt, van nagyon pici lány, van fiatal lány, meg van a Carol Danvers, aki nem számít öregnek, úgyhogy azért mondom, hogy ilyen két-három generációnyi nő. Na és akkor ott csak nők lesznek, megint csak, és akkor azt mondom, jó, mutassátok meg, hogy mit tudtak. Tehát mondom ezt úgy, hogy nem nekem kell bizonyítani, de én tudom, hogy a Marvel borzasztó a női karakterek írásába, és nagyon ritkán sikerül neki, hogyha most ennyire bevállalják, akkor én kíváncsi vagyok, hogy mit tudnak. Mert ez nem egyszerű. Még úgy néz ki a modern világban se. Tök jó, hogy ezt a filmet felosztod, mert ezzel gyakorlatilag át is tértünk a következő témánkra, ugye, ami a Marvel 5. fázis, de láttam, hogy benne még valamit szeretném. Nem, ugye ezt akartam igazából hozzámondani, hogy nagyon sokan támadják a Marvelt most amiatt, hogy a következő Avengers gyakorlatilag 70% vagy a 80% most nő lesz. És igazából ezzel semmi baj nincsen, mert az előző Avengersnek meg a 80% a férfi volt. Tehát így. És ezt nem nekem kell kimondanom, annyira jól esik. Ez szerintem egy pont olyan dolog, amin teljesen értelmetlen megakadni. Addig, amíg a karaktereknek a motivációi rendben vannak, addig, amíg a történetnek az értelme megvan, addig teljesen mindegy, hogy most férfi vagy nő van. Nem, és igaz ez, hogy a 80%-a nő lesz. De egyébként ez sem teljesen. Ez rohadtul nem igaz. De a Pókember, a Doctor Strange, a Thor biztosan benne lesznek. Az Ant-Man biztosan lesz, mert ugye most jön a kvantumánia. Ezt akartam mondani, csak nézzük végig az 5. fázist. Hangya 3, Galaxis őrzői 3, Marvels, amit említettél. Marvels, igen. Utána Penge, Amerika Kapitány 4. És Amerika Kapitány 4. Magyarázz el nekem valaki, hogy miért, hol dugták el azt a túl sok nőt. Egyébként ezen is meg vagyok hűvőben. És ez ugye 2024 februárjától novemberéig körülbelül ez a paletta. Úristen, a Blader rohadt menő lesz. Legyen olyan jó, mint az első rész volt. A régi, a frostos. Az akkor, amikor megjelent, akkor jó volt. Igen, de nyilván. De ha a mai settingbe át tudják tenni azt, akkor az tökéletes lesz. Igen, abszolút. Abszolút egyetértek, hogyha azt a fajta menőséget, ami az akkor menő volt, mert akkor tényleg elég menő volt. Some motherfuckers always want to skate uphill. Vagy valami ilyesmi. Van benne... Mi? Pee uphill. Nem, skate. Nem, ice skate uphill, az biztos, mert az egy teljesen szürreális oltás van a Blade-ben, ami az egyik számomra egyik leggyönyörűbb pillanat, mert tényleg a legmenőbb jelensorok közepén egy olyan halálgagyi, ilyen egysoros oltástól a Blade, hogy az még annak is volt értelme. De az is valahogy így beépült az a köztes hangulatán. Ez frissíteni kell, igen, de egyetértek veled, hogyha az olyan lesz, mint amilyen az akkor volt. Az viszont kell találni egy olyan embert, aki tudja hozni azt a séróból jövő kúlságot, mint Wesley Snipes. Az van már, mert be van jelentve, ki lesz a Blade. Ismét. Nézem. Azért tegyük hozzá, tehát az, amit Wesley Snipes ki tudott tolni séróból, az arra azt mondtad, hogy így damn son, tehát arra így rá tudtad ezt verni. Igen. És az kell, ahhoz, hogy jó legyen a Blade, az kell. Vagy nagyon-nagyon jól meg kell írni a történetet, és hozni kell a legeslegerősebb történet szálait a Blade képregénynek, hogyha nem lesz olyan erős a karakterünk színésze. Hát meg akkor talán még rendezői oldalról lehet megtámogatni, hogy ő állítsa olyan helyzetbe, olyan képbe, akármi, lássál olyan instrukciókkal, amik segíthetnek a megfelelő megformázáson, nem?
Persze, nyilvánvalóan, csak ugye egy valamit fontos hozzátenni ugye a blade-es részekhez, hogy például ott mihez van közel? Tehát melyik másik képregény univerzumba, mondom, kóstolhat bele? És akkor ugye, ha blade-ről beszélünk, akkor gondolhatunk egy Punisher-re, gondolhatunk egy cameo-ra, Peter Parker-től. Tehát ezek mind olyan dolgok, mert van, azt tudjuk, hogy ott volt a crossoverek. És ha jól megcsinálják, az erős lehet. Megvan? Mahershala Ali lesz. Hibátlan casting. Nagyon vékonyka, de valószínűleg fel fogja gyúrni magát. Nem ismerem. Biztos, hogy benne egy ismeret, megmutatom. Mi bejátszott? Igen, és ezt kérdeztem. Bocsánat, hogy itt így igen, adás közben. Igen, Green Book például. Moonlight. Igen. Eternals-ben is benne volt. Hunger Games, Predator, Benjamin Button, stb. Hidden Figures. Ah, én itt imádom, de megmutatom az arcot, és biztos vagyok benne, hogy emlékezni fogsz rá. Nagy nevek. Igen, a Green Book-kal megtaláltál. Igen. Szerintem igen. Style. Csak ő egy kifejezetten vékony fizimiskájú arc, és a Blade-nek kell valamennyi ízom, de a Marvel az fenomenális abban, hogy felgyúrja az embereket. Igen, azért itt a 24. század adta lehetőségekbe szerintem nem jelent problémát, hogy valakit kicsit... Ez a csávó szerepelt a Wire-be is. Igen. És ott nagyon jó volt. Uh-huh. Mondjuk a Wire is maga alapból baromi jó volt, de ő a srác is jó volt. Igen. Nagyon-nagyon izgalmas. Ugye ebben a Marvel új fézekre azt tudom mondani, hogy engem zavar, hogy túl sok sorozat van. Tehát kicsit leépült a filmgyártás ahhoz képest, hogy mennyi sorozatot tolnak. Ennek mi lehet az oka? Hogy látod? Franchise fejlesztés. Uh-huh. Tehát, hogy egyszerűen valóban mozdulni kell, valamelyre mozdulni kell. A sorozatok, a one-off sorozatok, amiket nem akarnak folytatni, hogyha nem nagyon muszáj, mint a Loki-nál, az szerintem egy még egy egészségesebb megközelítése az univerzum építésnek. Azzal a veszéllyel jár, hogy egy idő után behozhatatlan lesz az a tudás, ami szükséges a nagyobb filmek élvezetéhez, de ugyanakkor meg az, hogy egy Marvel Avengers mondjuk már nem néznek meg annyian, az üzleti szempontból a Disney-t abszolút nem érdekli, mert hogyha mindenki feliratkozik a Disney Plus-ra, beszerzi ezt a pénzt, hogy leszárja, hogy nem lesz kifejezetten nagy nézőszám, vagy ilyen epikus nézőszámú a Kang Dynasty. Uh-huh. Tehát ez ennek tisztán csak és kizárólag pénzügyi indokai vannak, és ahogy mondom, ezen belül, hogy a kreatívok hogyan tudják megoldani, hogy ennek történetvezetési értelme van, az egy nagyon érdekes kérdés. Ezt eredménnyel tudják-e hozni? Én úgy gondolom, hogy valószínűleg a megfizethető legnagyobb tehetségek ilyen pillanatban a Marvelnél meg a DC-nél dolgoznak, ilyen franchise fejlesztési szempontból, úgyhogy ha valakikben, akkor bennük lehet bízni. Pont ezt akartam kérdezni, hogy oké, hogy pénzügyileg egyértelműen a sorozatok fele húz az érvek rendszere, de hogy azért ott van benne az nem, még mindig, hogy egy két órás filmnél még mindig többet tudsz elmondani egy, most mondok valamit, öt részes sorozatban. Igen, de ez sajnos ez fordítva van. Ez el kell engedni ezt a gondolatot, hogy bármi kreatív megközelítés van a döntéshozói szinten. Tehát ez egyszerűen ez egy más, tehát EMC-nél, az EMC most ki fogja adni például a Interjú a vámpírral sorozatot. És akkor ott lehet arról beszélni, hogy wow, csinálnak egy 10-es, inkább 20-as, nem tudom, azt mondták, hogy 10-es, de szerintem hazudnak, mert 1920-as évek divatja volt ott, mindegy. Szóval, hogy egy 10-es, 20-as években játszódó amerikai, Amerikában játszódó ilyen period drámát kiadnak vámpírokkal, annak van egy nyilván egy noszalgia értéke, de minimális, mert az egy 80-as évekbeli film, vagy valami ilyesmi, nem tudom, mikor volt az Interjú a vámpírral. Ez egy nagyon-nagyon régi film. 90 talán. Ugye, mert Brad Pitt már volt arcszerzete. Akkor nagyon-nagyon, meg a Kirsten Dunst is nagyon-nagyon fiatal. A Kirsten, igen, az nagyon pici volt. Na mindegy, szóval van egy alapvető nosztalgiai értéke, amire lehet építeni, de ezen túl egy nem lehet, tehát hogy nem az viszi a hátán az ötletet, hogy ki az, aki látta az Interjú a vámpírral filmet. Úgyhogy itt egy ilyen felállásban bőven van helye a kreativitásnak. Itt bőven lehet azt mondani, hogy na, behozzuk a kosztümösöket, behozzuk a jó perioddráma, még romantikai írókat, és akkor jól megcsinálják a vámpírokat, kicsit visszarakjuk a megfelelő pozícióba őket. A Marvelnél ez nincs. Nincs ilyenfajta szabadság, nincs ilyenfajta lehetőség terhez. Mert ott nem csak bele kell lépülni a hat részbe, hanem bele kell lépülni a phase-be, és bele kell lépülni a Marvel stílusába, és be kell épülni a Disneynek a víziójába, és ami ezután maradt, ott van a hely kreativitásnak. Nekem nincsen bajom a sorozatokkal egyébként, sőt, én tökre örültem. Például a Hawkeye nekem egy nagyon-nagyon kellemes csalódás volt abban a szempontból, hogy jól hozta be Kate Bishopnak a karakterét. Alapvetően sokan azt mondják, hogy túlságosan sassy, meg túlságosan nem tudom, ide-oda pattogó karaktere a Hayley Steinfeld által alakított. Echo.
Eku. A kislányról beszélsz, nem? Kate Bishopról. Hókás sorozat. A Hókás sorozatban a kislány nem lesz az Eku című sorozatnak a főszereplője? Nem tudom. Mindegy, igen. Tehát én örültem annak, hogy ott lezárták Hókánynak a történetét, már pedig ő szerintem megérdemelte azt a lezárást, amit kapott, és mégis a Hókánynak a karakterét úgy átmentették az új Avengersbe, és majd Kate Bishop lesz az, aki az új Hókány lesz az Avengers kasztban. Uh-huh. És ez szerintem semmi baj nincsen, sőt, benne volt ugye nyilván a soriba benne volt ugye Jelena Belova, mint ugye a Black Widow 2, jó, nyilván nem Black Widow 2, de ugye Black Widow húga, aki szerintem az új Phase-nek egyik talán legviccesebb karakter. Én borzasztóan imádom azt azt a Walking Meme típust, amit ő képvisel gyakorlatilag a Marvelben. És nekem ezen, és akkor eljutottunk egy Moon Knight-ig, ami szerintem borzasztóan király volt. Tehát így az teljesen mindentől független, nem igazán nem illik bele a Phase-be, mert nem nagyon illik bele, legalábbis még nem tudjuk, hogy hogyan illik bele, de ettől függetlenül egy baromi jó történetet mondott el a Moon Knight, és egy hihetetlen jó karakterfejlődéssel, ahogy végigment a hat rész. Ugye a Moon Knight az nagyon hasonló az Ant-Manhez, meg a Deadpoolhoz, meg az ilyesmihez. A dolgok, amiknek meg kell történniük, de senkinek nem fontos igazán annyira, hogy nagy figyelmet szenteljen rá. Az Ant-Man, mindenki röhögött azon, annak idején, hogy pont az Ant-Manről csinálnak filmet, mert ki az Istent érdekel. És mivel senkit nem érdekel maga a franchise, azt mondták, hogy jó, csináljátok be, amit akartok, hasonló a Deadpool. Szerintem a Marvel egyik legjobb komédiája, de Ant-Man egyszerűen elejétől végéig fantasztikus humorra operál. A Moon Knight is szerintem nagyon hasonló lehet, bár nem vagyok teljesen biztos, de mivel nem kell a Moon Knight-ot beépíteni semmibe, ezért ott kitágult ez a lehetőség a kreativitásra, és mindig ezek lesznek a legjobbak. Ez alól viszont egy kivétel van, mert ezt meg kell hagyni. A WandaVision, ami a Marvel legjobb sorozata, és kérdés nélkül, az viszont nagyon fontos volt a kontinuitás számára, és az számomra azért ennyire pozitív, mert az megdöbbentő, hogy az milyen bátor szerkezeti felépítést adtak annak a sorozatnak. Aki esetleg nem látta, nem spoilerezem el, de az a lényeg, hogy az első három részben nem lehet tudni, hogy miről szól a sorozat. Nem, semmilyen téren nem egyértelmű, és nem lehet rájönni sehogyan se. Ez felfoghatatlan. Tehát ez egy, hogy hogyan érték el, hogy a Disney arra rábólincs, hogy csinálunk egy sorozatot, aminek a harmada nem felfogható néző számára. Nem tudom, hogy ott ki, és hány jó kézrázást adott a pénzügyiseknek, de hogy ez egy sosem látott kivétel. De igen, a jövőben nézve és megnézve a fézeket, csak hogy visszakanyarodjunk számomra, azok az leginkább érdekesek, amiken minél kevesebb a figyelem. Mert a nagyon fontos filmek azok okék lesznek. Nagyon fontos sorozatok, azok rendben lesznek, mert a Disney, a Marvel az nagyon-nagyon rosszat nagyon-nagyon régen csinált. Okék lesznek, de azok a kis passion projektek, amiket engednek elrepkedni ott a háttérben, jó, oké, lehet az is, mint a Moon Knight, ami mindez kettőnk számára egy borzasztó pozitív meglepetés volt, azok lehetnek jók. Akkor mondd meg nekem, hogy az Eternals miért nem lett jó? Az Eternals borzasztó fontos. Borzasztó fontos a kontinuitás számára, tehát ott nem volt ez a fajta kreatív elengedés, ez egy tradicionális Marvel film, egészen odáig, hogy takonylények vannak. Tehát négy lábon járó takonyszörnyek vannak, ami a lézer nyalábon kívül a Marvelnek a legtipikusabb jelensége. Az Eternals az szerintem az volt talán a nem, a Thor 2 volt a mélypontja a Marvel univerzumnak. Ebben egyetlen. De igen, az Eternals nincsen messze tőle. Az egy rossz rendezés volt. Ott a hölgyet, akit felvettek rendezni, az nem, úgy csinálta Nomadland, az nem volt alkalmas erre a fajta filmre. És ezt nem tippelték be időben. Tehát szerintem az egy abszolút mentető projekt lett volna egy másik rendezővel. Ott egyértelműen rendezési problémák voltak. És nem koncepció. Az Eternals meg lehet volna csinálni, jó. De nem csináltak meg.
Igen, sajnos. De lesz második. Lesz második, bejelentették? Én úgy tudom, hogy lesz második. Szerintem lesz. Valahol már ott sutyorog a Galactus a háttérben. Tudom, hogy nem ő lesz. Igen. Tudom, hogy nem ő lesz, ami akkora segget kerítettem neki, hogy betippeltem, hogy a Galactus lesz a következő gonosz, de akkor egyel később lesz. De ő jön. És nem lehet kihagyni Galactus. Nem lehet kihagyni Galactus. Ugyanúgy, ahogy majd később nem lehet kihagyni Mephistót, meg Madame Fate-et sem. Igen. Sokan mondták, hogy túl nagy a Galactus ahhoz, hogy most jöjjön, és igazok lett. Valamennyit neked is tévedned kell, mert a végén kiderülne, hogy tökéletes van. Ja, kiderül, hogy mégiscsak fizet a Disney Plus. És itt magyarázom évekkel keresztül, hogy jaj, gyerekek, a Disney az nem is foglalkozik velük, és aztán megyek át az irodába megbeszélni a fejesekkel. Adod le a számlákat. Abszolút. Egyébként még a másik gondolatot visszacsatolva, ugye amikor így olvastam, hogy Hangya 3, Galaxis 3 őrzői, akkor olyan, úgy nem annyira mozgatott meg, de ez jó, mármint, hogy én szeretem a Hangyát is, szeretem a Galaxis őrzőit is, és azt gondolom, hogy amit te is említettél, hogy ami kisebb projekt talán ezek között, az úgy rendben lesz, az oké lesz, ott el lesz engedve, és ugyanaz a poén sorozat, amit megszoktunk, és a többi, és a többi. És akkor utána jönnek azok a számomra kicsit farsúlyosabb kérdéskörök, mint a Marvels, amiről már beszéltél, a Penge, amiről beszéltünk, és akkor utána jön az Amerika Kapitány 4. Ó, Gergő forgatja a szemeit. Nem vagyok hajlandó elfogadni. Na pont ez lett volna a kérdésem, ugye itt most egy új karakter lép be a szerepbe, legalábbis, ha jól sejtem, erre gondolsz. Igen. És a sorozatban láttuk, hogy mit tud. A kérdés az, hogy a filmben hogyan fog tudni kiteljesedni, hogy látjátok? Nekem az Amerika Kapitány véget ért. Azzal, amikor lezárták az Avengers Endgame-et. Aha. Tehát nekem Steve Rogers az Amerika Kapitány, aha, és nem, sajnálom, de nincsen gondom a Mackie-vel, de nem ugyanaz az egésznek az üzenete számomra, és nem ugyanaz a clean cut good guy, amit nekem Amerika Kapitány mindig is meg személyesített. Nem, pontosan ez a helyzet. Tehát az Amerika Kapitány kvázi karaktere az véget ért, mert a Mackie az semmilyen szempontból, tehát a Falcon az semmilyen szempontból nem is próbálja rekreálni azt, amit. De most ami itt történik, az egy új Amerika Kapitány megalapozása, és szerintem nekem azért nagyon nem tetszett a Winter Soldier, a Falcon and the Winter Soldier, mert ott nem sikerült elmagyarázniuk, hogy mi az új Amerika Kapitánynak a funkciója, jelensége és betöltött szerepe a csapatban. Nem sikerült átadni. Petszegeti az elején, amikor megjelenik az a utánzatnak nevezhető amerikai szűke, meg igen, ugye amikor konfliktus van a Falconnal, tehát ott elkezdik ezt megérinteni, csak aztán a sorozat második felében ez így... Ez hát. És a végén van egy nagyon érdekes monológ, amiben igazat adok, ami nagyon jól megírt monológ, azzal kapcsolatban, hogy mi lehetne az új Amerika Kapitány, ami kvázi egy, most nem mondom el, mitől nézzétek meg, hogyha érdekel, de alapvetőleg van, nézőknek, vagy a hallgatóknak mondom nyilván, de hogy van egy alapvető, szerintem egy volt egy jelentős jelzés arra, hogy visszatérnek a Winter Soldier, a második Amerika Kapitány irányvonalához, és politikai úton közelítik meg az Amerika Kapitány szerepét. Ami szerintem baromi bátor és állati érdekes, és így már talán meg is van magyarázva, hogy miért hívják még mindig Amerika Kapitánynak. De hogy ennek... Ezt is akartam kérdezni. Igen, ezért. Mert hogy visszatérnek kvázi ebbe a politikai kritikába, csak ezt most már a Falconon keresztül közelítik meg. Ez egy fájdalmas dolog nekem, mert nekem a kedvencem az Amerika Kapitány volt mindig is. Fájdalmas dolog, és ezért nagyon-nagyon sokat várok el, és nem fogadok el kevesebbet, hogyha az új Amerika Kapitány egy politikai áskálódás lesz, és azt mondja, hogy most a modern időben ez a szerepe az Amerika Kapitány. Most már nem a 50-es évekbeli jó fiút magyarázzuk, most kialakítunk egy új értékrendszert az Amerika Kapitánynak, ami érdekes, akkor vagyok hajlandó váltani. Hogyha tovább húzzák ezt a helyközi dolgot, ez a ide se oda se tartozunk, nem tudjuk, hogy mik akarunk lenni, mert nem fog érdekelni. Tehát akkor eléggé határozottan ki kéne alakítani az új Amerika Kapitány karaktert és környezetét ahhoz, hogy átmenjen mondjuk akár a rajongókon. Abszolút. És azon az elején meg kéne mondani, hogy gyerekek, nincs Steve Rogers, most csinálok valami újat. Mert hogy én, bennem is ugyanaz az élmény van, mint benne. Hogy nehezen engedem el, még nagyon szerettem. Meg szerintem nagyon jó megírt karakter volt.
És jól zárták le. Tökéletesen vezették ki gyakorlatilag az MCU-ból. És ez a bajom vele, hogy így mi az a pont, amiért szükségünk van még egy Amerika kapcsolatban. Ez amit mondok, hogy szerintem abszolút helye van az Avengers-ben egy filozófiai értékrendű hősnek, mert volt az egoista, narcisztikus, a univerzumot átlátó, a varázsló, a különböző irányba fogják meg a szuperhősséget. Van az Isten. Különböző rengeteg irányba fogják meg a szuperhősség kérdését a hőseink. Miért ne legyen egy valaki, aki politikai vagy szociofilozófiai irányba közéti meg? Tehát miért ne? Tegyük bele professzor X-et? Ne, tegyük bele. Az egy nagyon öreg ember, hagyjuk őt békén. Az Amerika kapitánynak abszolút megvan olyan szempontból, meg lehet olyan szempontból a szerepe, hogy ő mondom, a Falconon keresztül egy politikai irányba közelíti meg a szuperhőség fogalmát. De ez valamennyire az eredeti verzióban is megvolt, hiszen ugye a háború kommunikációja kapcsán használták a karaktert, és a többi, ugye ez volt az arca az egész kampánynak, és a többi. Abszolút igazad van, ez az általános ahogyan most bemutatok, a képregényekről ne beszéljünk, a filmeken belül ez az általános értéke volt az Amerika kapitánynak, ugye neki szólt az első filmje a patriotizmusról, a második a patriotizmus megkérdőjelezéséről, a harmadik filmje a Civil War pedig a patriotizmussal, a vak patriotizmussal való szembeszegülésről szól. Tehát ez egy nagyon fontos filozófiai, inkább politikai gondolatmenetnek a végigvezetése. Ez folytatódhat, nem egy másik karakter, egy másik startpontból kell indulnunk, tehát nem lehet még egy Amerika kapitányunk, és ebben teljesen igazad van, aki szuperpatrióta, és nagyon clean cut, és ilyesmi, nem, hanem akkor azt mondjuk, hogy ez az új Amerika kapitány, ez onnan indul, hogy ez. Ha megvan egy jó azért, hogy miért pakolják bele, oké, meg fogom nézni, ha jó lesz. Még az sem gond egyébként, hogyha ilyen szürke zónába kerül át az egész, mert hogy nem tudom, akármilyen krízise van abból, hogy ő most neki tud menni morálisan dolgoknak, avagy nem tud neki menni. Legyen értelme, akkor oké, akkor megértem, hogy visszakerül. De egyébként, amit gyakorlatilag a Cap képvisel, azt nehéz reklámni. Azt nem kell, azt el kell engedni, el kell felejteni, amit a Cap képviselt, azt nem kell képviselni többet, mert azt átdumáltuk, meg azt átmagyaráztuk. Viszont egy politikai indítatású hősnek van helye. Van. Tehát akkor legyünk egy picit nyitottak, én csak azt mondom, hogy ne féljünk, én nekem is ez nagyon fájdalmas, és én is gyúrok rá minden nap, hogy valahogy nyitott legyek erre, de nem szabad elvennünk a lehetőséget ettől a karaktertől, hogy újra megújuljon, mert szükség van rá. Főleg egy olyan halálfelszínes képregényvilágban, mint a Marvel, akik rettegnek attól, hogy bármit komolyan vegyenek, és ugye a DC-hez képest, rettegnek tőle, hogy bármi egy kicsit túlságosan komor vagy realista legyen, hogy abba valami kis esélyt behoz egy új Amerika kapitányokhoz engedni kell. Kanyarodjunk rá a hatodik fázisra, és a kapásból az első név, ami megjelenik, olyan, mintha átokülne rajta, és valahogy sosem sikerül elcsípni, de megint ez az én érzésem, ez az én személyes véleményem, és ez nem más, mint a Fantasztikus Négyes. Hújjúj, ott vannak gondok. Ugye? Mindenkinek ez az első reakciója, amikor szóba kerül, legalábbis a többsége az ismerőseim közül. A Fantasztikus Négyes az a korbetegségnek a franchise-a. Amikor kijött az első Fantasztikus Négyes, nem volt annyira rossz. Nem, egyébként szerintem sem. Nem volt annyira rossz. Halálosan gagyi volt, mert akkoriban a képregényfilmek halálosan gagyik voltak. Aztán a Dark Era-nak, a post-Nolan őrületnek a utó szelén jött a második Fantasztikus, amiben még a Fantasztikus Négyes. Jordan. Az pedig azt hitte, hogy mostantól a képregényfilmek halálosan komorak lesznek, sötétek, és stb. Tehát ez a franchise, ez valahogy mindig így lekési a lényeget, egy korszaknak a lényegét. Az a bajom, mert a Fantasztikus Négyesszel, hogy ugye Reed Richardsnak a karakterét már behozták. Akkor ezt majd vágjuk. A Reed Richards karakterét már behozták, ugye Krasinski-vel, aki ugye a Multiverse, nem tudom, 687. bolygóján volt, és nagyon gagyi volt. Nekem nagyon gagyi volt az a fight, ami ott történt. Tehát így megjelenik Wanda, és így ez a tipikus esete annak, hogy amikor veled van egy karakter, akkor van egy power levelje. És amikor átkerül a karakter vilén szintbe, akkor ez a power level megugrik ötszörösére. Miért? Nem tudták, hogy kivel állnak szemben.
Jó, olvastam, igen, hogy nem volt megfelelő mennyiségű információjuk, és nem... Plusz el voltak kényelmesedve, ami meg volt átadva. Ez három indok. Ez hát fogad be a szívedbe, ne húzzad a szádat. Nem fair. Békén kell hagyni, azok az emberek ott ültek a trónuson, mindig meg volt öregedve. Látszott rajtuk, hogy ilyen elkényelmesedett, ilyen elhízott arcok voltak, akik már nem szuperhősködtek 30 éve. Megjelenik maga a pokol, és rájuk nyitja a kapuikat. Hát lehet, hogy ő... Én se lehetnék felkészülve arra, hogy optimálisan vonjam le a harcot. De te nem szereted azt a filmet, úgyhogy erre rábújtom a lényegét. Az a bajom vele, oké, lehet, hogy nincsen meg az információ, meg ez meg amúgy. Igen. De ha van egy Reed Richards abban a történetben, és megjelenik egy ember, és azt mondja neked, hogy itt és most érkezik a pokol, és amint átérkezik ide, akkor legalább lesz benned annyi, nem tudom, érzés egy Reed Richardsba, hogy elgondolkodj azon, hogy oké, itt van az ember, mi van, ha igazat mond? Miért dobom ki azt a teóriát, hogy már pedig ez a Wanda Maximoff baromi erős lesz? 40 millió indok van. Nekem ez nem indok, főleg Reed Richardsnál nem. A Black Boltnál még ott megmaradna, mert ő soha nem volt az a karakter, aki iszonyatosan meg... Rendben, az nem tetszett neked. Lehet ez máshogy csinálni? Szerintem lehet, úgyhogy az új fantasztikus... Bocsánat, de hogy ez annyira lényegtelen, piszlicsári kritika, hogy az a cameo szerep, az nem viselkedett a legmegfelelőbben. Come on, ettől függetlenül a fantasztikus négyesnek abszolút van lehetősége szerintem kifejezetten jó lenni. Nem? Lehet, meg lehet jót csinálni a Fantasztikus 4-esben, mert baromi jó történetek vannak ott is. Tehát azért, még ha visszagondolunk a régi Animated Series-re, vagy akár a képregényekre, ott voltak baromi jó dolgok, ki lehet hozni akármilyen jót ebből az egészből. A kérdés, hogy nyúlnak az alapanyaghoz? Hát ez a kérdés, igen. A hatodik fázisban egyébként ugye visszatérnek a bosszúállók, ugye két filmet is lehet látni, vagy bejelentésre került, az egyik ugye a Kang dinasztia, a másik pedig a titkos háború, amiről nem tudom, hogy mennyit lehet tudni, úgyhogy ezt inkább nem is pedzegetni, inkább azt, hogy mi az, amiről ugye nem esett egyelőre szó, és itt a Deadpool 3-at lehetne belengetni, a Shang-Chi folytatását, illetőleg ugye az Armor Wars sem került szóba most San Diego-ban. Hogy látjátok ennek, mi lehet azok a tartogat még mondjuk a következő ilyen nagy eseményre? Valami puskaport? A Shang-Chit azt nem hiszem, hogy közel jövőben fogják folytatni, mert nem hozott túl sok pénzt. Azért nincsen Eternals sem. Az is egy ponton be volt jelentve, hogy jön, meg hogy preprodukcióban van. Szóval azt eltöltek, mert nem keresett semmi pénzt. A Deadpool-nak a becsatlakoztatása Marvel-vel a jogi szinten problémás, úgyhogy szerintem az nem is a Marvel-nek a joga bejelenteni. Ahogy nem beszéltek, az Into the Spider-Verse-ről se. A kettőről, ami a számomra a legjobban várt film, és most jön idén. Igen. Ez nem az ő jogterületük, tehát a Deadpool az azért nincs megemlítve. Hogyha, és biztos vagy benne, hogy már az ügyvédek már pofozzák ki ezt a díjat, hogy valahogy benne legyen az univerzumban, vagy közel legyen hozzá, de ameddig ez nem biztos, addig nem fognak semmit csinálni, mert annyiszor megszívták már a Sony-val. Most a Fox, ugye a Deadpool az a Fox-éknál van? Valahol ott van. Ami, nem, a Fox az már Disney. Nem, akkor ők valahol máshol vannak. Lényegtelen, tehát a Deadpool, vagy a Sony-val annyit szívott a Marvel, hogy szerintem ameddig nem 100%-osan biztos, és nincsen meg, nem történt meg az első forgatási nap, addig nem fognak semmit bejelenteni. A Deadpool-al az lesz még érdekes, hogy mi lesz a besorolása majd annak a filmnek, amiben megjelenik Deadpool. Mert... Ez érdekes. Mert nyilvánvaló az, hogy azért bőven PG-18 volt a mind a kettő film, ami jött a Deadpoolból, és itt most még nem is arra gondolok egyébként, hogy nyilván kebabot csinált különböző dolgokból, hanem a nyelvezete, ami nyilván számomra egy tök jó nyelvezet. Én nagyon tudom élvezni azt, hogy a Ryan Reynolds-nak alapvetően a borzasztóan szókimondó poénjai meg a dolgait bele investáltak kvázi a Deadpool karakterébe, és látszik is rajta, hogy imádja azt a karaktert, és szerintem egy tökéletes találkozása egy színész és egy karakternek a Deadpool filmje, de nem tudom elképzelni Deadpool karakterét anélkül, hogy borzasztóan szarkasztikusan, borzasztóan csúnyán küldjen el mindenkit a halálba. Nem ültetnéd le egy gyereket a
Deadpoolos Marvel filmmel, hogy a... Én leültetnék, mert engem nem... Én úgy gondolom, hogy a csúnya beszédnek nincsen nagy gondja, de van egy olyan érzésem, hogy akinek gyereke van, vagy szülő, az nem biztos, hogy velem egyet ért. Mm. Az biztos, hogy nem ért veled egyet, igen, sajnos, de a biztos, hogy benne lesz a Marvelben, és biztos, hogy nem fog káromkodni. És én meghúzzák a... Persze, de szerintem én ezzel, tehát a szarkasztikus jellemnek nem kulcs eleme a káromkodás. A karakternek a pozíciója és a nem törődömsége és az, a humorának a jelentős, legnagyobb része igazából, majdhogy nem az egész, az nem függ a káromkodásoktól. Én nem hiszek ennyire a káromkodások erejében. Ahogy én szoktam használni a saját műsoromban is, és én, ahogy én látom, meg ahogy eltanultam a filmekből, a káromkodásnak intenzitás fokozás az egyetlen szerepe. Tehát, hogy amikor már nem tudod jobban fokozni a haragnak a bemutatását, akkor ki kell ejteni egy B betűs szót, vagy nem tudom. És tehát az egy, ez kvázi egy eszköz, egy verbális eszköz, amivel tudod jelezni, hogy most aztán pattanásig feszül, mondjuk egy feszültség, egy méreg, egy harag, egy öröm, egy stb. És tehát persze mindenki úgy gondol a Deadpoolra, és ez teljesen jogos, hogy ő neki mindent szabad ezen a világon, de ez nem így lesz a Marvelben, tehát a Disney nem fogja megengedni egyrészt. Másrészt pedig szerintem, hogyha megnéznénk, tehát hogyha meglepetésszerűen leforgatnának, a következő Deadpool filmnek az első 20 percben egy káromkodással lenne, senki nem benne észre. Garantálom neked, hogy nem lennének nézők, akik ott ülnek, nézik 20 perc a Deadpoolt, de miért nem mondta azt, hogy... Megdobálják a vásznat popcornnal? Igen, mert hogyha így gondolsz bele, hogy elkezdik felvezetni a történetet, ott van a stílusom, és stb. Nekem az hiányzik az én fülemben, jó vicces, érdekes, igen, odaszólogat mindenkinek, de miért nem mondja ki azt a szót, amire én úgy vágyom? Ez nagyon fura, hogyha innen közelítjük meg, hogy valamilyen szinten ez... A káromkodáson keresztül a szabadság, az a fajta kötetlenség, az a Deadpoolnak a karaktere is, ahol hozzátartozik, amit ez reprezentál, hogy neki mindent lehet neki káromkodni, és lehet pedig ő egy képregényhős. Ezt a fajta szabadságot, hogyha eredménye bemutatják káromkodás nélkül, akkor én nem látom, hogy sokat sérülni maga a szerep. Nálam a káromkodás egyébként egy picit más, és én ezt nagyon sokat gondolkodtam azt, hogy milyen szerepe van egyébként a modern társadalomban a káromkodásnak, és mit jelent az egyébként, hogyha valaki káromkodik, és egyébként excesszíven káromkodik. Uh-huh. És nekem erre feljön mindig az, hogy ha valaki káromkodik, és alapvetően ezt senkit nem zavar, akkor valószínűleg az ember egy olyan szintű státuszba emelkedett már, hogy amit ő csinál, abban ő a legjobb. És ő az, aki gyakorlatilag I don't give a flying fuck típusú dolog, és erre mondok egy példát, amit után talán meg fogod érteni, Gordon Ramsay, akinek a karrierje arról szól egyébként, és az egyik legfontosabb, nem ez a legfontosabb, de az egyik karakterisztikája, hogy őt aztán nem érdekli, hogy beszél. Szinte soha nem káromkodik. Mármint a Hell's Kitchenben? A Hell's Kitchenben nagyon-nagyon ritkán mond négy. Nem láttam az utóbbi. Ugye mi a leghíresebb káromkodása? Idiot sandwich? Donkey. Melyik az idióta szendvics, vagy a szamár számodra az igazi káromkodás? Jó, azért ott is repkednek a nagyon ritkán, különböző... Nagyon ritkán. Mindegy, nagyon ritkán. Nekem ettől függetlenül a Deadpoolba ezt jelenti, ebbe a karakterbe az, hogy őt nem érdekli az, hogy őt mit mond, és nem érdekli az, hogy mások hallják. Szabadság. Így van. Tehát a tökéletes szabadság jelképe számomra a Deadpool. És úgy gondolod, hogy ez káromkodáson kívül ezt nem lett másra meg... Nekem hiányozna, hogyha nem lenne benne. Az kétségtelen, nekem is valószínűleg. Nem azt mondom, hogy ez egy helyes megközelítés a karakternek. Én úgy gondolom, hogy azt, amit reprezentálsz, meg lehet oldani káromkodás nélkül is. Meg kell-e? Nem. Nem. Nem de kell. Megfogják. Nem, de megfogják. Megfogják. Megint csak arról beszélünk, hogy méri meg jobban, hogyha tiszta marad a Deadpool és káromkodva, vagy hogyha bejöhet a Marvel univerzumba és interakcióba léphet azokkal a színészekkel. Melyik a fontosabb? Én azt mondom, hogy engem érdekelne az, hogy behozzák a Marvel univerzumba. És ezek után pedig rendben, de a Marvel univerzumban nem lehet ilyen excesszíve káromkodni, akkor megint két opciónk van. Vagy lehet azt mondani, hogy ez már nem az a Deadpool,
Akit én meg szoktam, hogy lehet arra fókuszálni, rendben, akkor csináljátok meg, akkor hogyan lehet megoldani, mik azok az eszközök, amivel ezt a karakternek a tisztaságát és az élményét meg lehet tartani. Ki kell javítsalak, nem az a kérdés, hogy melyik a fontosabb, hanem ahogy már te is nagyon sokszor megfogalmaztad, de ma melyikkel lehet több bevételt generálni, nem? Igen, most nézői oldalról fogok be. A Disney onnantól kezdve, hogy behozzuk a Deadpoolt és milliárdokat keresünk, onnantól kezdve set. Igen. Ezután jönnek a kreatívak. Okay. Itt neki több szerepe nincs, mint behozni, és megmondani neki, hogy nem káromkodhat. A Disney brandnek meg kell felelni, azon belül inkább a Marvelnek, mert az a Marvel az nem teljes mértékben még Disney-sített, meg az valamelyest azért külön áll, inkább tulajdoni van viszont Marvel hangulatnak meg kell felelni, nem lehetünk nagyon sötétek, nem káromkodhatunk végtelenségig, stb. És utána engedik az írókat, hogy ezt oldjatok meg úgy, hogy ne utáljon minket mindenki. És engem ez a folyamat érdeke. Meglátjuk. Hosszú percek óta Marvelről beszélgetünk, 2024 év végét pedzegetjük, és nagyon kevés szó esett érthető okokból a DC-ről. Igen. Ugye két filmünk van, a Black Adam, illetve a Shazam új része, az Istenek haragja címmel, ugye? Viszont ezen kívül nem túl sok mindent hoztak itt a Sydney, San Diego-i eseményre, bocsánat. Igen. Mi a helyzet ennek a házának a talaján? Én szeretem a DC-t. Nyilván a Nolan filmek azok, amik egyik legerősebb, ami szerintem van, de nem a legerősebb. Én sokkal jobban szeretem például Jack Nicholsonnak és a Burton-féle első Batman filmeket. Ahogy mondta Gergő is, a DC is mindig is komolyabban akarta venni magát. Itt most gondolunk akár egy Dark Asylum sorozatra, képregénybe, vagy akármilyen ilyen nehezebben befogadható pszichó sorozatot, ami sokkal inkább a lelkébe vájkál az embereknek, mint mondjuk egy könnyedebb Marvel sorozat. De én úgy gondolom, hogy a DC elsiette a kezdést, mert látták azt, hogy a Marvelnek borzasztó sikere van, és akkor valaki mondta azt, hogy akkor nekünk is csinálni kell egy ugyanilyet. És még ugye Henry Cavill megkapta az első Supermant, ami még szerintem teljesen egy nézhető film volt, és szerintem okay volt, de utána kaptunk egy Batman vs. Superman filmet, ami egyszerűen valaha volt legbanálisabb megoldást kapta azzal, hogy mentsd meg Mártát, amin ott ültem a film előtt, és így ültem, hogy így ne, ez nem történhet meg. Majd utána kaptunk egy Steppenwolf-os Justice League-et, ami szintén nem sikerült olyan túl jóra. Miközben egyébként tudjuk, hogy van egy Aquamanünk, akit a Jason Momoa alakít, és teljesen jól alakítja, és az Aquaman első része szerintem egy teljesen nézhető film volt, és ott van az ígéret, megvan, és ugyanez volt a Shazam is, a Shazammal is sem volt semmi gondom, és most azzal, hogy jön egy Black Adam, meg jön egy Shazam, ami a Black Adam egyébként ugye megint a Dwayne The Rock Johnsonnak az egyik szerelem szerepe, ami számomra azért érdekes, mert az utóbbi 5 évben borzasztóan megváltozott a véleményem a Rock a szikláról. Uh-huh. Szerintem alapvetően nem rossz színész az öreg. A Jumanji-ba is rendben volt, és a Dzsungeltúrába is rendben volt szerintem, amit játszott. Ragadt rá valami az évek alatt. És hogyha a Black Adam-et is tudja hozni, akkor lehet jó. Ugyanez Livi esetében is igaz, akit nagyon-nagyon szerettem a Chuck-ba, és szerintem a Shazam-ba is nagyon-nagyon jót játszott. És most, hogy jön egy Black Adam, és jön egy Shazam, amiben lehetséges, hogy rebootolhatják az egészet. Mert ugye most úgy tudom, hogy a Snyderverse-et ezt lezárták teljesen, és azt ki is jelentették, hogy ebből nem lesz több. Lehet egy új irány? Nem. Nem? Nem. Nem. Benne van a Henry Cavill, benne van. A Henry Cavill az oké, okay. Neki vele nem volt. Snyderverse része. Illetve jön az Aquaman 2, ami szintén a Snyderverse része volt, és jön az új Flash, ami szintén a Snyderverse része volt. Egyik sincs bejelentve. Igen. Mert az Ezra Millert kirúgták, az Amber Heard miatt meg újra kell vágni az Aquament. Ezeket az emberek az ágis húzza. Szóval a Snyderverse nincs engedve. Azért van ez a két film, ez a...
Átnéztük streamen a Black Adamnek a trailerét, és az, a két perces trailert 9-szer vágták be ugyanazt az egy darab nézését a Rocknak. Ugyanezt a felvont szemöldökűt. Én biztos vagyok benne, hogy egy szórakoztató film lesz. A Shazamot jobban várom, az kétségtelen. A nagyon, nagyon szórakoztató volt ez egy. De a Shazamnak úgy van értelme, hogy az ellensúlyozza, ugye ott az, hogy a szuperhős egy gyerek, ami egyébként fantasztikusan van eljátva. Nem elég ember beszél arról, hogy teljes mértékben igazad van, hogy nagyon-nagyon jól van eljátszva az a főszerep. Nekem emlékeztetnem kell magamat rendszeresen arra, hogy ez egy felnőtt ember, akit látok, mert egyszerűen annyira átjön a tini fiú stílusa, hogy az megdöbbentő. Szóval hogy a Shazam az úgy működik rendesen, hogy egy nagyon komor univerzumot kontra, vagy olyan, mint egy mellékszereplő kvázi egy filmen belül, egy nagyon humoros mellékszereplő, aki valahogy kontrasztol egy nagyon komor világot. Mm. Úgy volt nagyon sikeres a Shazam, meg úgy volt nagyon élvezhető, mert egy borzasztó letargikus állapotban, DC általános állapotban néztük meg, és akkor nagyon jól működött. De most ez a két film, ez példátlanul súlytalan ahhoz képest, ahol tartani kéne a DC-nek. Én nem titkoltan erre a két színész körüli helyzetre akartam kiukadni egyébként. Hát amit te is említettél, az Amber Heard-es történet, illetőleg az Ezra Miller. Amber Heard az soha nem számított semmit ebben az univerzumban. Mm-hmm. Abszolút lényegtelen volt a Mira karaktere. Nagyon szép volt, vannak még szép nők, de most ezt mindenfajta szexizmus mentesen mondom azt, hogy teljes mértékben lényegtelen volt az ő jelenléte a történetben. Nem kell neki ott lenni. Tehát kivágni könnyű lesz. Az Ezra Miller az nehezebb. És akkor ezt tényleg újra forgatják? Mert én azt olvastam... Csak kivágják jelenetét. Igen, tehát hogy... Ki fogják adni. Az Ezra Miller-es nem fogják újra forgatni, az felfoghatatlan pénz. Az a gyakorlatilag megduplázzák a produkciós költséget, azután forgatással meg rengeteg szerződés hosszabbítással. Az egyszerűen nem éri meg. Mm. Szépen kusolnak, és kiadják. És aztán ott ugye a Flash a timeline-ok között ugrálni, hoznak egy másikat. De most be is jelentették, hogy mindenki azt szeretné, hogy Elliot Page legyen. Igen. Az új Flash. Erre van most aláírás. Elliot Page. Én nem szeretem eléggé a Flash-t ahhoz, hogy érdekeljen. Rendben. Erre jutott. Csak emilyen. Annyira unalmas szám, annyira, de ezek a DC-hősöknek a javarészt számom egy kicsit unalmas. Az a baj egyébként... Batman kívül, aki a legnagyobb király, igen. Az a baj egyébként, hogy volt egy borzasztóan jó animated series Justice League-ünk, amiben még Mark Hamill adta a Jokernek a hangját, amiben még az eredeti klasszikus dolgokat vitt. Az eredeti Batman animated series nem is Justice League volt, a Batman animált szériában kezdtem. Az is. Nem, az a. Ez igaz. Ez azért mondom el, mert nekem gyerekkoromban az alapozta meg a rajongásomat a Batman is, hogy általában a képregények iránt, és mind a mai napig a DC-nek a művészeti szempontból legfenomenálisabb termék, azt hiszem három epizódjuk az múzeumban is van. Tehát az benn van a Smithsonian-ben fel van rakva a hard drive-ra, meg lehet nézni, hogyha bemész. Olyan szinten az egy olyan példát, tehát ugye fekete papírra animálták az egészet, és abból húzták ki csak a körvonalakat, azért ilyen borzasztóan sötét, és mégis iszonyatosan atmoszférikus. Az a hány animált, és a Justice League-et is követtem, művészeti szempontból nem tudja megközelíteni az eredeti szélet, ami fantasztikus. Fantasztikus. Nyilván nem, tehát ebben teljesen egyetértünk, tehát az eredeti Batman Animated Series, az máig nem, abban mindenki egyetért alatt, hogy az 10 per 10 volt, és ugye pont erről jutott eszünkbe egyébként múltkor egy beszélgetésbe, hogy így az évek során annyi sok jó Jokert láttunk. Mm-hmm. Tehát így lásd, Nicholson borzalmasat nagyot ment benne. Igen, szerintem igen. Hihetetlen volt. És annál nagyobb, nem mondom azt, hogy nagyobb volt a Heath Ledger, de az is zseniális volt, amit a csávó csinált. És akkor ehhez még hozzátesszük azt, hogy volt egy Mark Hamillünk, aki a Joker hangját adta, akkor így rájövünk, hogy a szerep borzasztóan erős, hogyha valaki meg tudja alakítani. Ez verzatilis. Most jön ugye a Habet is a neve a színész gyereknek, aki a Batman 2-ben fogja alakítani a Jokert. Egy kivágott jelenet volt, amiben szerepelt, beszélt. Gondolom láttad, igen, te is. Igen. És ő az a verziója lesz a Jokernek, aki konkrétan torszülött. Tehát, hogy ő nem sav marta szét az arcát, hanem úgy született. Az a jelenet az számomra teljes mértékben aláírta, hogy mennyi lehetőség van még a Jokerben, mennyi féle fajta megközelítés lehet. Én nagyon-nagyon várom.
Nagyon. Ennyi a lényeg, hogy a DC-ben is vannak nagyon-nagyon jó történetek. Nagyon-nagyon jó sok sorozat van a képregényekből, amit át lehetne emelni, és ugye Nolan fogta magát, és oda nyúlt, és így kivette a Dark Knight-ot, és így oda tette a filmvászorra, és így jól tette oda. Ezt meg lehetne csinálni most is. Te hogyan javítanád meg a DC univerzumot? Sokkal inkább a képregények oldalára mennék el. Tehát sokkal inkább merítenék inspirációt a képregényekből, mint hogy próbáljak a mostani világra írni egy adaptációt. Mm. Ja, amit a Nolan csinált. Arra már nincs szükség. Én nem voltam akkora szerelmesen a Nolan Batmaneknek. Valószínűleg pont emiatt, amit te mondasz. Számomra ez a fajta agresszív ragaszkodás a realitáshoz, az kiveszi a DC hősöknek egy jelentős részének a legnagyobb ízét és eszenciáját. Abszolút ez a fajta fejetlenség, amit érzek a DC világban, ez egy tök jó megoldás, amit mondasz. Képregények ezzel ragaszkodni, én kirúgnék mindenkit. És egy új rendszer alapján építeném fel, hasonlóan a komikokhoz, de én a fizikai megközelítésüket követném. Úgy csinálnám, ilyen one-off-okat csinálnék, mint a Joker volt, meg mint a Batman volt, és azokban szépen, ízesen, finoman kezdeném el összefűzni a szálakat. Nem egy roadmap alapján, nem egy agresszív célkat, ki az Istent érdekel, úgy Isten igazából a Black Adam. Tehát, hogy téged, meg engem is el fogunk menni, de hogyha a nagy egész szempontjából, az univerzum szempontjából irreleváns, hogy mi van a Black Adam, mert hát rettetes alátámasztás kéne, hogy még odáig eljussunk, hogy az ő megjelenés az megfelelő súlyt kapjon, ne csak egy megfelelően nagy súlyú embert. Úgyhogy én ezt átvinném a Detective Comics oldalára, és ilyen noáros dolgokat csinálnék, mint a Joker, mint a Batman, és szépen, szép nyugalomban lassan évek arra összefűzném a szálakat, és észre se venni az ember, és egy nagyon hasonló univerzum alakulna ki, mint a Marvelnél, de művészeti értéke 10-szer akkor lenne. Ebbe egyetértünk. Mm-hmm. Mi van azokkal a címekkel, amikről évek óta hallunk, viszont nem jelennek meg itt, most sorolhatnám, de Static Shock, Black Canary, Gotham City Sirens, és a többi, és a többi. Ezek ki fognak ever jönni? El fognak ezek a projektek indulni ever? Ez csak akkor lesz erős, hogyha lesz egy erős alap, mint ami volt az MCU-nál. Uh-huh. Mert abból ki tudott nőni minden, uh-huh. De ha nem lesz egy erős Justice League, vagy egy erős Batman, Superman, Flash, Diana, akármi bázis, ha az nincs, akkor kis nem nőhetnek ki ezek a karakterek sem. Ami baj lenne, mert szerintem vannak nagyon jó olyan karakterek a DC-be, amik ugyan nem olyan ismertek, de tök jó dolgokat lehetne kihozni belőlük, mint például, most meg nem mondom a nevét, de ugye az a nyomozó csávó, akinek egy kérdőjel van a fején, és ő egy hős, nem tudom a nevét most, nem fog eszembe. Kérdőjel van, The Question. Igen, The Question. Hát mondjuk igen. Bocsánat. Egyértelműnek egy kellett. Én ezt nagyon-nagyon szeretem a Question figuráját a DC-be, és azt nem lehet behozni anélkül, hogy nincs egy sikeres franchise-od, mert annyira side karakter, miközben zseniális szerintem. Szóval akkor ez az alap hiányzik, ami már a Marvel-nél megvan. Nem hallanok megalapozni, mert iszonyatos munka lenni, és az a fajta beismerés, hogy mindenkit ki kell rúgni ahhoz, hogy ez működjön. Úgyhogy nincs meg az alap, nagyon jól mondod, és ez nem is lesz, mert nem is építik. Yeah. Hanem kapkodnak ezerfelé 16 különböző dolgot indítanak el, sorozatot és filmet, és vannak ötleteik, és vannak terveik, amiket nem valósítanak meg soha. A DC-nél művészi és céges vezetési fejetlenség van. Számomra felfoghatatlan szinten ahhoz képest, hogy milyen hatalom van a kezükben. Úgyhogy a csalódásom csak fokozódik. De azért megnézem a Black Adam-et. Azért biztosabbnak látszik viszont ezekhez képest ugye Matt Reeves féle Batman, illetőleg a Joker folytatása, az új Jokernek a folytatása. Mit szóltok ehhez, vagy mennyire várjátok? Hogyha arról a bizonyos alapról beszélünk, akkor talán ez meg tudja támogatni? Ebbe szerintem te leszel most kompetensebb. Nem. Ez nem egy alap. Mm. Az alap, ez hősöknek, a kezdeteinek, meg az megszületés, meg egymás találkozásnak a felépítése. Egy világot úgy lehet kiépíteni,
hogy hasonló szinten lép be a néző, mint a hős. Uh-huh. Leesik a földre a Thor, azzal kezdődik egy karakternek a felépítése, mert valamilyen szinten így a kezdetekből ismerjük meg, és látjuk meg a fejlődését. Be lehet ugrani egy kicsit jobban in media stress, de nem sokkal. Tehát a univerzumot csak így a gyökerektől lehet felépíteni, nem lehet felülről beugrani. Mm. És akkor megérkezett Doomsday. Vagy ki az? Doomsday, Doomfist, és van még egy harmadik Doom, de nem, Dr. Doom. Doktor igen, Doom. Ezeket mindig keverem. Mindig. Szóval nem lehet derültékből bedobni a nagy világ rengető dolgokat. Sajnos az apró szintekről kell kezdeni. Captain America First Avenger. Így lehet egy univerzumot megalapozni. Az új, ugye volt az a fake hír, vagy nem tudom, remélem nem igazi hír, hogy musical lesz az új Joker. Hogyha igen, és hogyha jelentősebb zenei átkötések lesznek benne, én arra minden szempontból nyitott vagyok. Ugyanakkor rettetesen aggódom, mert az alcíme az, az a fajta delúzió, amikor több ember él meg egy ugyanazt a hallucinációt, és az azt feltételezi, hogy a Harley Quinn benne lesz, ami miért nagyon aggódom, hogyha nem Lady Gaga játsz, akkor nem érdekel. Lady Gaga tud énekelni, és javarészt úgy néz ki. Igen. És van színészi alakítása, ez talán az egyik legfontosabb, igen, van színészi tehetsége. Nem, ott rengeteg aggodalom van, de azt hiszem, minél őrültebb legyen, én pártolom, hogy musical legyen. Nagyon furának tartom, nem hiszem el, de abszolút pártolom. Komolyan lehet venni egy Jokert egy musicalben? Én nagyon komolyan tudnám. Minden további. Hát, hogyha valakit, akkor egy olyan karaktert, akinek a szürrealitás és a vicc az alap értéke, őt lehet. Jogos. Egy Batman sokkal kevésbé lehet. Egyértelmű, de akkor ezt valahogy nagyon úgy kell megfogni, és nagyon ki kell akkor viszont aknázni. Tehát nem lehet felszínes a történet. Nem, de a Joker film nem számít. Az megtörténik, és a soha nem lesz köze semmihez. Mm. A Batman 2-t sokkal jobban várom. Inkább annyira nem tetszett a Joker 1, de megadom a művész értékét, ami tagadhatatlan. A Batman viszont nagyon tetszett. És annak a második részét rohadtul várom, a Joker miatt specifikusan. Uh-huh. Badass lesz. Musicalre visszatérve. Én nagyon nagy musical fan vagyok, alapvetően én klasszikus musicaleket is nagyon-nagyon szeretek. Lásd Jézus Krisztus szupersztárról elkezdve a Hairen keresztülig. És szerintem a Hairnél komolyabb filmet nagyon keveset láttam. És nagyon-nagyon szerettem azt a filmet, és nagyon nyilván nem tudtam átélni, mert soha nem ültem egy Huey-ban Saigon felett repülve a napon bombákat ledobva, de nincsen baj azzal, hogyha egy musicalben mondasz el egy történetet, ha annak megvan a helye és ideje. És a Joker pont egy olyan dolog, ami annyira széles spektrumú karakter lehet, hogy el lehet mondani musicalbe szerintem. És nem attól függetlenül, hogy musicalbe van, nem fog veszíteni a komolyságából, nem fog veszíteni abból, hogy milyen mélységű, vagy mélységi lehet a karaktereknek, vagy hogy játsszák el azt a szerepet. És ha emellé még megkapunk egy akár egy Hans Zimmert, vagy valami ilyesmi típusú, vagy mértékű zenét mögé, akkor abból még egy mestermű is kijöhet, ami lehet jobb, mint az első Jokerból. True. Anna lehet. Mondhat valamit, és akkor már egy kicsit jobb lesz, mint az első Joker. Jó, ebben nem menjünk bele. Ez nem fognak szeretni a hallgatók, hogyha ezt kifejtem, úgyhogy nem fejtem ki. Az biztos, hogy az elkövetkezendő években nem fogunk unatkozni. Az biztos. Ezt láthatjuk a címekből, illetve az időzítésekből. Ha lehet így üzenni, vagy kívánni, akkor a DC-nek ezek szerint azt kívánjuk, hogy sikerüljön az alapot megteremteni, és akkor... Rúgjanak ki mindenki. Rúgják ki a színészek, az összes színészek, mindegyik. Azt is, aki bevált, azt is tessék kirúgni. Rúgják ki a vezetőt, a kreatív főnököt, rúgják ki a pénzügyekért felelős és a kasztingos felelős embereket, mindenkit. Mindenkit nagy betűvel. Bármi közben, azonnal rúgjanak ki, akkor is, ha jól
jól végezte a munkáját, ki kell rúgni, és el kell kezdeni az ő menedzsmentjüket nulláról felépíteni. Az univerzumban még nem foglalkozunk. Új castingost, új izét, aki a fiatal talenttel tisztában van, és nem csak idős embereket képes eredményesen castingolni. Fel kell venni valakit, egy embert, aki csak azzal foglalkozik, hogy az univerzumot kitalálja, megnézi, hogy milyen lépései lesznek, és azok hogyan fognak épülni. Fel kell venni normális rendezőket, akiknek annyi pénzt kell adni, hogy nem hülyéskedik el, és fel kell venni biztonsági őrt, aki, hogyha Zack Snyder be akar jönni a terembe, visszarúgja. Nem, rossz fiú, mert egy ponton majd visszafog, belóg az ablakon, és megpróbálja megint újra vágni a Justice League-et, és nem szabad neki engedni. Nem szabad neki engedni, egy seprűvel kell kergetni. És akkor lehet. Tehát sajnos a DC az menthetetlen, de én azt kívánom nekik, hogy legyen eszük mindenkit kirúgni. Én köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok velünk. Az eredetileg egy órásra tervezett podcastből lassan kettő lett, úgyhogy köszönöm a kitartásotokat és a széles körű véleményetek. Még egyszer ugye a mai vendégeim Szirmai Gergely volt, illetve Péter Zoltán, jó magam Balog Réka voltam, és találkozunk a következő adásban. Sziasztok! Sziasztok!